Most indult. És nekem is van egy középiskolai végzettségem, ugye egy rádió tévé műszerészi végzettségem. Még Kőbányán jártam a Patakiba. 89-ben, nem, 86-ban végeztem. 89-ben jöttem ki az USA-ba. És az egy rádiótévi műszerészi végzettség volt. Csak az Egyesült Államokban dolgoztam, mint műszerész, mert utána rögtön behívtak katonának, és túl fiatal voltam ahhoz, hogy el tudjak helyezkedni. És ezt azért mondom, mert mind a két szülőm, dr. Szentes János és anyukám programozó volt. Doktor apukám, ő egy világhírű előadó volt, egy a matematika tudományok kandidátusa. És bevallom őszintén, hogy egy ilyen vadóc kisfiú voltam, és abszolút nem jött be nekem, hogy ők programoznak. Nem tetszett. Az SKI-ban dolgoztak, akkor az fenn volt a második, talán azt hiszem az első kerületben a Számítástechnikai Koordinációs Intézet. A mindenket apu ezért volt egy nagy Lotus Factus, valami direktor, igazgató, anyu meg programozó volt, és akkor ő visszament egyetemre, és kapott egy közgazdászi diplomát. Na az a lényeg, hogy nem szerettem a számítógépeket, nem szerettem programozni, egyet szerettem, a Tetris-t. És amikor még a Tetris először megjelentek, még nem voltak színes képernyők, hanem ezek a monokróm, narancssárga, barnás, oker, ez a csúnya oker az volt. És na hát mit ad Isten, kijöttem az Egyesült Államokba, és utána, egy pár év után a javítás, a műszaki élet, minden kidobhatóvá vált, és láttam, hogy ennek nincs jövője, és elmentem, elvégeztem a villamosmérnöki kart. Nem is tudom, 6-7 évig tanultam. Tehát csak arra. És utána elkezdtem ilyen nagyon furcsa érzéssel küzdeni, hogy a villamosmérnökség az nem azt jelenti, hogy áramköröket tervezünk csak, hanem hogy szoftvert írunk. Programozzuk azt a francos mikrocsippet meg, és nem tetszett, nem szerettem. Na, elkezdtem még kicsit szenvedni, aztán az öcsém rám szólt, hogy figyelj, ha nem tudnád a szoftver logikát, soha nem tudtad volna megtanulni az elme logikáját. És megmondom miért. Az elme minden most túl komplikáció nélkül, az tényleg úgy működik, mint egy szoftver. Van egy olyan, hogy if, tehát hogy ha, if kint hideg van, go to pullover, hogy öltöz fel. Tehát így működik. Hogy tudod, ha, és akkor vannak több tízezer plusz réteg, hogy ha valaki csúnyán néz rád, akkor go to pánik. És ezek a szabrutinok. Ezek a pánik szabrutinok, ezeket kell felismerni és kiiktatni, hogy ne legyen go to, hanem maradj, ahol vagy, és legyél jól. És a mai eladásnak is az a témája, hogy az elutasítás, ami egy nagyon-nagyon mély téma. Úgy szeretném csinálni ezt az előadást, hogy interaktív legyen. Arra kérlek benneteket, mivel jó sokan vagyunk, már 400-an vagyunk, hogy ne hangban válaszoljatok, hanem a chatbe írjátok a választ, jó? Hogy mutatok egy-két ilyen bújtatott aspektust az elutasításba, ami miatt az ember elkedvetlenedik, és elhagyja az életkedve, és ez vezetett nagyon sok esetben sikertelenséghez. Arra kérlek benneteket, hogy van egy saját történetetek, ezt mindig tartsátok szem előtt, és kedvesen, emberileg, tehát kézben, de arra azt is szeretném kérni tőletek, hogy lássatok rá másokra is, szülőkre, ismerősökre, barátokra, és lássátok az ő mintájukat is. Ugye van ez a mondás magyarul, hogy más kárán tanul az okos.
Na most úgy szeretnénk okosak lenni, de nem fogunk tudni tanulni csak a magunk kárából. Ez egy ilyen trükk. Amíg nem tapasztaltunk meg valamit, addig nincs annak érvényessége, addig nem látjuk ennek az összeköttetését és a logikáját. Viszont, amikor valamit megtapasztaltunk, és nem jól sült el, akkor hogy viselkedünk? Milyen következtetéseket vonunk le? Erre mondtam sokszor, ide se jövök többet, mindenki kapja be, tudod, a franc egye meg, ez úgy szar, ahogy van, és jogos, de az történik, hogy ezek a mikro, és nem olyan mikro elutasítások, amik értek minket, oda vezetnek, hogy teljesen kiábrándulunk az életből, és tétlenségbe találjuk magunkat. Ismerős? Nem merjük meglépni azt a lépést. Félünk az elutasítástól. Nem akarjuk már tovább vinni a dolgokat, mert már fáj. Nem is az, hogy fáj, hanem az eddigi tapasztalataink szerint nem vezetett semmi jóhoz. Na most, az elutasítás az egy nagyon érdekes fogalom. Az invertált mátrixba mindennek több jelentése volt. Ezek a definíciók, ezek tették lehetővé azt, hogy értelmet adjunk dolgoknak, viszont amit soha nem mondtak el nekünk, hogy ezeket az értelmezéseket el kell engedni, és ahogy megyünk tovább, feljebb rezgésben, tudatosságban, az előző definíció már lehet, hogy nem igaz 100%. Oké. Okay. És amíg mi az alacsonyabb szintű magyarázatokat, definíciókat tartjuk csak kézben, addig nem tudunk tovább lépni. És az elutasítás pont ezt okozza, hogy nem tudunk tovább lépni. Menjünk akkor egy kicsit mélyre, vagy mélyebbre. Volt-e nektek olyan tapasztalatotok, hogy tetszett, vagy bejött egy munka lehetőség? Próbáltatok közreműködni, vagy együttműködni valakivel, és nemet mondtok. Volt ilyen? Nekem volt. Vagy te próbáltál felhívni valakit. Én is rengeteget írtam nagyon híres embereknek, a Bruce Liptontól kezdve mindenkinek, közismert embereknek, hogy hagyd csinálják velük interjút, és nem válaszoltak. Na most ez hova vezet? Ha nem tudjuk, hogy miről van szó, akkor ez milyen belső konzekvenciákhoz vezet? Milyen konzekvenciákat von le az ember, mikor túl sok ilyen van? Szerintetek, írjatok be a chatbe, hogy szerintetek hova vezet, mit okoz. Kudarc, nagyon jó, elbizonytalanodás, nem vagyok elég jó, nem vesznek figyelembe, értéktelen, elutasítva érzem magam. Így van, nagyon jó. Na most, bibliai időkben élünk. Ez azt jelenti, hogy az a rendszer, amiben mi voltunk, az nem volt igazán az a rendszer, ami értünk szólt. Azt hiszem, hogy ezt nem kell taglalnom. Viszont nagyon komoly tanításokat és nagyon komoly tudást tudunk megszerezni, nem az iskolákból, hanem a rendszer ismeretéből fakadunk. A háromdimenziós invertált mátrixnak a felállítás és a logikája az nagyon sokba hozzájárul az emelkedésünkhöz. Nagyon sokan, akik emelkednek, amennyit jelent, hogy megemelik a frekvenciát, és mennek egy magasabb rezgésű időségbe, ahol jó élet van, versus egy olyan ember, aki köti a zebet a karóhoz, aki a régi mintákhoz próbál ragaszkodni, ő megreked egy alacsonyabb rezgés időségon, ahol esetleg támadások érik, kellemetlenségek. Na az a lényeg, hogy az emelkedőknek nagyon fontos tudni, hogy mi nem hagyjuk magunk mögött a háromdimenziós világot.
Azt nekünk integrálnunk kell úgy, hogy nem meneküljünk tőle, hanem teljesen abszolváljuk, feloldjuk magunkon keresztül, hogy már semmi nem bosszant benne, látjuk a logikáját, rálátunk egy magasabb szinten, és azáltal visszük magunkkal a jót belőle. De ha belegondoltunk, mi történt eddig? Elutasítottak minket. Fájt. Mindjárt megmondom, hogy miért fáj ennyire. És azt csináljuk, hogy elkerülési taktikákhoz folyamodunk. Ismerős? Ezt nem csinálom többet. Ez nem jósült el. Ezt nem csinálom így. Másképp csinálom. És az a baj, hogy bármi, amit mi nem oldunk fel teljesen úgy, hogy semlegességet és bölcsességet nyerjünk belőle, utazik velünk a batyú. Ezt hívják batyúnak. Én is kijöttem Amerikába. Jaj, de jó, itt az új világ. Persze, aztán a batyú ott volt velem, de akkor még soha senki nem beszélt erről. Néha egy-két spirituális tanár megemlíti, hogy viszed magadat magaddal, de ez mit jelent? Ugye, mit jelent? Hát azt a sok mentális programot, a tudattalan meg a tudatalatti program. Na, az történik így az elutasítás folyamatában, hogy mi nagyon mérgesek leszünk. Lehet, hogy először szomorúnak tűnünk, de nagyon-nagyon mérgesek leszünk. És merős. A szomorúság és a harag mindig együtt jár. Ezek szeparálhatatlan rezgések. Úgy, ahogy a bánat és a düh is együtt jár, csak azok mélyebben vannak már a tudattalamban. És az történik, hogy a dühünkben elutasítunk erőforrásokat. Ez nem evidens. Mikor azt mondjuk, hogy na jó, ide se jövök többet is, mert ezt én szoktam viccesen mondani. Na jó, mindenki, tudod, csinálja azt. És ez vicces, de ezek mögött van egy olyan energia, hogy eltoljuk magunktól a világot. Ez egy önvédelmi funkció, viszont itt a trükk. Minden önvédelmi funkció alatt van egy láthatatlan támadás. Ismerős. Védem magam, én már nem fogok ebbe a szituációba újra belemenni, már épp eleget bántottak, viszont van egy olyan láthatatlan aspektusunk, hogy viszont ha ez megtörténik, ha valaki közeledik, akkor arra rákiabálok, vagy ráüvöltök, vagy valamilyen szinten letámadom. Ez teljesen láthatatlan. Azért nevezem meg ezeket a programokat, mert ezek a domináns programjai csak nagyon el vannak bújtatva. A probléma nem azzal van, hogy mi valakit lekokizunk. Néha kell. Sallergép az jó, a csőre van töltve. Az a baj, hogy ebből bűntudatunk lesz, és a bűntudat vág el minket a pozitív manifestációt. Az történik az elutasításunkban, ahogy mi gyűjtjük az eseményeket, hogy mi is elkezdtünk másokat elutasítani. Gondolkodj el ezen. Mi is azt mondjuk, hogy ne gyere közelembe, persze, de ez nagyon sok síkon megjelenik. Most mondok egy példát, és én mikor elkezdtem így az önmunkát tanulni 2010 elején, nagyon sokat foglalkoztam a párkapcsolatok, a vonzalom energiájával, a férfi-nő, vonzalom, szex, szexualitás, és egy nagyon-nagyon érdekes világot véltem felfedezni. Az egyik mentorom, a korai mentorom mondta, hogy több millió jó, nagyon jó nő van. Nem fizikailag jó nő, hanem mentálisan, jól összerakott nő. És a férfiak, ugye hát én férfi voltam, én abban a szemszögből kerestem. Úgy a válaszokat. És azt mondják, hogy ezek az idézőjelben jó nők, a legtöbbje otthon ül, mert elege van ebből az ostoba, paraszt világból, amit a legtöbben csinál, és egy jó nő, mondja nekem a mentor,
átlát, mint a röntgengép a másikon. Oké? Most ez nekem új volt, mert én egy skorpió vagyok, tehát én is nekem megvan a magam intuitív fakultása. Most már teljesen átlátok én is a világon, de akkor valamilyen szinten az újdonság erejével hatott. Tényleg? És mi az, amit lát? Tudod, csontokat? Szerveket? Nem, nagyon sok minden. Az a lényeg, hogy ezek a jó nők és a jó pasik, akik olyan megszerezhetetlennek tűnnek, ezt azért tartja az a másik megszerezhetetlennek, remélem így mondják, úgy mondják, hogy unobtainable, tehát hozzáférhetetlen, mert az illetőnek az önbecsülés és az önbizalma olyan alacsony, hogy lebeszéli magát arról a lehetőségről. Ismerős. Hát ez túl jó, ez túl gazdag, ez túl szép, ez túl okos. És mindig, mikor a másikba meglátjuk azt az aspektust, amit mi dicsőítünk, magunkba az ellenkezőjét is találjuk. Tehát, amikor mi a másikra áhítattal nézünk, nem baj, de azt rögtön semlegesíteni kell, ezt tudni kell, különben magunkban az ellen programod. Jaj, de szép ez a valaki, tudattalanul mi azt mondjuk, hogy én nem vagyok az. És egyre inkább töltjük tele a csomagtartónkat mindenféle fémhulladékkal, amit előbb-utóbb a kocsit nem fog jól gyorsulni, lassulni, és nem fog jól közlekedni, működni. Na most, ezt azért mondtam el, mert ugyanez van az anyagi világban is, ez az elutasítás érzése, és itt van ez a tetszetős, kívánatos, potenciális partner, aki lehet, hogy még szingli és elérhetés, a legtöbb ember nemet mond rá, mert az ő önbecsülése túl alacsony. Magyarul elutasítja a jó lehetőséget. Gondolkodtatok ezen már így? Ó, ez az állás, ez túl sokat ajánl. Jó, most én tudom, Magyarországon nagyon gáz. Legyél 20 éves, 40 éves tapasztalattal doktor, de tudod, tehát ismerem, tehát ott is megvan ennek a csavarja, de az a lényeg, amit itt szeretnék mondani, hogy magunknak, ahogy visszapörgetjük a filmet az eddigi emlékeinkbe, rá kell látni azokra a dolgokra, ahol mi úgy éreztük, hogy minket elutasítottak. Nagyon, nagyon vegyes érzéssel jár ez. Most adok egy pár másodpercet, keressétek meg azokat a lehet, vagy az eseményeket. Ez lehet a szerelem, tehát a párkapcsolat terén, lehet állás terén, lehet magánvállalkozás terén. Hol voltál elutasítva? Nincs rossz válasz. Jó? Tehát ez egy dús lista. Menjünk tovább. Ezek az elutasítások hova vezettek? Oda, hogy újra is csináltad, és jaj, majd egyszer jobb lesz. Nem. Mit csináltunk? Azt mondtuk, hogy oké, hozzád nem jövök, te is menj oda az operenciás tengeren túlra, te meg se szólalj. És elkezdtünk mi is elutasítani másokat. Erről mi nem tudtuk. Az történik, hogy minden elutasításnál mi szeparációt teremtünk. Innen jön az árnyi világunk. Én nem vagyok seggfej. Én mindenkinek megbocsájtottam. A havai sámán, a honopono, onomono, kimono, mesterem, már mindenkit. Én mindenkit szeretek. Én vagyok a legjobb fej a világon. Viszont több tízezer elutasítás van lent a mélyben, amiről nem tudunk. Ez része a batyunak. És az a baj ezzel a batyúval, hogy kb. 15-20 évet adott nekünk eddig az ego arra, hogy ne robbanjon fel ez az időzített bomba, vagy ne robbanjon fel ez az akna.
És 15-20 év után mi történik? Szétesik a párkapcsolat, egészségügyi problémák, ez ismerős. És akkor jön az a megállapítás, hogy de hát minden olyan jól ment. Hát mit? Hát mindent jól csinál, mit csináltam rosszul? És az a lényeg itt, hogyha belegondoltok, ez mondjuk az időség, tehát ez az él, megy az élet vonala, mindenki erre fókuszál. Jól ment. Olyan boldogak voltunk. Szép voltam, fiatal voltam, gyors kocsim volt, rendes, és bum, amire senki nem figyel, és én mindig ezt mondom, hogy a trauma az itt van a két életváltás között egy nagyon mély szakadék. Itt kell keresni a megoldást. Jó, tehát kell ez, ennek is nagy haszna van a sikeres periódusunknak, vagy periódusainknak a múltban, viszont a problémáink, a megoldani való a szakadékokban vannak, és sokszor ez a szakadék csak 1 milliméter széles. Viszont mi? Tehát az történik, hogy mikor minket elutasítanak, mi elutasítjuk másokat, szeparációt teremtünk, ami egy árnyvilágot teremt. Tudjátok, mi ez az árnyvilág? Elmagyarázom egy pár mondatban? Majd most remélhetőleg még az idén meg tudom csinálni ezt a vállalkozói kurzust, de az a lényeg, hogy képzeld el, ez egy most egy feltételes történet, hogy szemtanúja vagy valaminek, van egy jó indulatú kisrác, és van három rossz indulatú kisrác. Ez a három rossz indulatú kisrác pénzt kér a jó indulatú gyerektől, azt mondják neki, aki a jó indulatúnak, hogy figyelj, adsz nekem most 1000 forintot, és akkor neked veszek egy karórát. Oké? Kisgyás megörül, mert amúgy meg 3000 forint a karóra. Most ez egy metafora, persze. Fú, de jó, mekkorát tudok most itt. Tudod, megtakarítom, meg még jó fej is leszek, mert van karórám. Hopp, a három kisnác elrohan a pénzzel, magyarul kirabolták a másikat. Volt ilyen, ez egy nagyon egyszerű, majdnem triviális példa, de mi történik itt? Az a kisrác, akit kiraboltak, az mit csinál? Teljesen elutasítja a rablót, a rablást. Elutasítja az önzést. Elutasítja ezt a kapzsiságot. Jogos? Jogos. Viszont minden, amit ez a kisrác elutasít, ez benne elkezd rezegni, és aktívan vonzza be a kapzsit, a tolvajt, a rablót és a bántást. Ezt ő úgy kompenzálja, mert nem tudja, mert eddig senki nem beszélt erről szinte, hogy én nem leszek rabló, és átmegy, szinte az ellenkezőre vált, túlságosan adakozó lesz. Kifolyik a kezéből a pénz, ismerős. Égeti a pénz a kezét. Én nem akarok rabló lenni, én nem akarok kapzsi lenni, én nem akarom ezt. Nem tudván azt, hogy aktívan teremti azt, amire azt mondja, hogy nem akarja. Ez az árnyvilágunk. Ilyenből nagyon sok van. Több 10 000. Egy pár száz. Nagyon fontos, a többi nem annyira. Jó, tehát ez a pár száz, a kabzsi árnygyógyítás nagyon fontos, az önző árny nagyon fontos. Mert az univerzális törvények úgy működnek például ebben az esetben, hogyha nem adsz magadnak először, másnak se fogsz tudni többet adni. Tehát ha benned az önzőségtől való félelem rezeg, ami egy árny, te nem akarsz önző lenni, és mindenki másnak adsz, magadat viszont lefárasztod, kimeríted, kizsebeled szinte. Tehát ez az árnyvilág. Azért nagyon fontos semlegesíteni ezeket a dolgokat, hogy igen, voltak csúnya sztórik, voltak utálatos sztórik, voltak jó sztórik, és semlegessé kell válni ahhoz, hogy feljebb tudjunk menni rezgésben. Na most. Tehát ez a kisrác elutasította
a kapzsiságot, a rablást, a bántást. Ahogy említettem, ezáltal ő lehet, hogy olyan utat választ, ahol ő már nem ad bőven vagy bőkézzel, hanem mindig átgondolja, hogy mit ad. Volt ilyen az életetekben? Oké, nekem is. Mi történik akkor, amikor már elutasítunk dolgokat, mi csak adunk bűntudatból, mert ez bűntudatból való adás, erre kevesen gondoltak, csak mondom, ez az ego világa már, és az történik, hogy egy idő után elkezdjük ezeket a hiányzó erőforrásokat másokban és a külvilágban keresni. Nekem nem adta meg, most mondd, ezek metaforák, jó? Tehát nekem anyu nem adta meg a szeretetet. Elkezdem ezt a szeretetet másban, a külvilágban keresni. Nem adta meg nekem anyu vagy apu, most illeszétek be a ti saját történeteteket, nem adták meg nekem gyerekkoromban azt a figyelmet. Így én keresem azt a figyelmet aktívan, passzívan, még akkor is, amíg alszom. Ismerős? Na most, az történik, hogy ez megy egy darabig, és akkor volt ez a, nem tudom magyarul, hogy mondják, de angolul volt ez a mondás, hogy a nyikorgó kerék kapja meg a kenőzsírt. Lehet, hogy hülye hangzik, mondják, hogy the squeaky wheel gets the grease. Tehát magyarul nyikorjog, nyikorog, szenvedj, hangoskodj ahhoz, hogy megkapd a megoldást a külvilágtól. Mekkora egótrükk, nem? És működött addig, amíg egyszer csak nem. És azért, mert az ego megoldásai nem tudnak hosszú távon működni. Keressük a figyelmet, keressük a szeretetet, keressük, és akkor itt egy trükk, egy polaritásos trükk. Hányan kerestétek ti, úgy, ahogy én is, az elfogadást? Fogadjatok el, szeressetek, fogadjatok el, ismerjetek fel. Fogadj. Az elfogadás, az elutasítás poláris ellenkezője. Tehát, amikor a nagy technikát használjátok, és úgy érzed, hogy ott a történet arról szólt, hogy elutasítottak, akkor onnan, ami hiányzik, azaz az első lépés, az az elfogadás. Itt engem elutasítottak, nekem hiányzott, hogy elfogadjon. Ezzel még nincs megold. Mi történik akkor, és most kezd egy kicsit hevesebb lenni a beszélgetés, mi történik akkor, ha hosszabb távon nem fogadnak el minket, és nem kapjuk meg a figyelmet, a szeretetet, a megértést, stb. Stb. Az elismerést. Mihez vezet szerintetek? Hova vezet? Önbizalomhiány, betegség, nagyon jó. Hiszti, nagyon jó, pontosan, harag, elszigetelődés, igen. Nulla önbecsülés, feladás, igen. Nagyon jók a válaszok. Önsajnálat, meghasonulás, igen. Most mondok egy titkot. Ez a szívtörés traumája. Az ego a kétségbeesett, de sikertelen keresés miatt összetöri a saját szívünket. Nem a másik töri össze, mi törjük össze. És merős, hát ha visszamész így a sztorikba, akkor úgy tűnt, hogy jaj, hülye, anyu hülye, apu, mindenek hülye, mindenki, most egy viccesen mondtam már többször, igen, van benne ráció, viszont nem ők törték össze a szívünket, hanem mi. Azért, mert amit mi kerestünk, másokon keresztül próbáltuk idézőbe behajtani. Érdekes? A humán 2.0-ás eljutott egy olyan pontra, hogy ezekről már lehet beszélni.
Egy 5 évvel ezelőtt, jaj, mit képzelsz magadról? Hát én, nézzél, honopono, kimono verzió, hát én már mindenkinek megbocsájtottam, na jó, akkor magadnak bocsáss meg, mert egy pszichopata, érzelmileg zsaroló, nézzél, vagy fenevad vagy. Ha azt megbocsájtod, meggyógyulsz. Oké. Okay. Na, az a lényeg. Ez a szívtörés traumájának az ezerből az első 5 lépése. És az itt a kihívás ebben az elutasítás, elfogadás világában, hogy amíg nem gyógyítjuk meg magunkban azt, hogy mi magunkat elfogadjuk úgy, ahogy vagyunk, és hajlandóak vagyunk korrigálni az útunkon, addig a külvilág ezt vissza fogja tükrözni. Menjünk vissza egy kicsit erre a jó nő, tudod, a kereső pasi verzióhoz, amit mondtam. Az a jó nő nem utasította el ezt a pasit soha. A pasi utasított el magát a lehetőségtől, mert neki az önbecsülése még alacsony volt. Fél az elutasítástól, ezért ő először elutasít, hogy ne legyen több fájdalom. Azaz ne eshessen meg újra az elutasítás. Hányszor csináltad ezt te? Én nem is tudom, 10 000-ből, mert erről szólt az élet. És ahogy elkezdtem takarítani a buksit, ahogy elkezdtem tényleg oldani ezeket a nagyon furcsa mintákat, ahogy magamat utasítottam el a jótól, a széptől, ezt én nem tudtam, mert nem evidens. Úgy jöttem ki, vagy másztam ki ebből a gödörből, amit én magamnak ástam. Na most a mentségünkre legyen mondva az, hogy ez volt az egónak az álma és az egó világa. Persze, kicsikém, olyan szép kék szemed van. Gyere, menj oda, Helénkéhez, olyan, tudod, majd szőkességében, majd ad neked egy nagyon jó állást. Abba a pillanatban viszont, mikor ez a jó szituáció megszűnt, egy újabb traumába esünk bele, ahol megtörik az életünk, ahol úgy érezzük, hogy totál csontra el vagyunk utasítva, és a legtöbb anyagi kapcsolatbeli probléma innen ered. És mondok még egy titkot. Mikor kiesünk a kosárból, típusú trauma történik meg, de az csak azért van, mert még itt integrálatlanok voltunk ebben a jó szakaszban, mikor kiesünk a kosárból, installálódik bennünk a sikertől való félelem. Gondoltatok erre már? Azért fél az ember a sikertől, mert már nem akar több veszteséget megtapasztalni, nem akar több elutasítást megtapasztalni, és installálik egy ellenpólus, ami azt mondja, hogy nekem ez nem kell. A pénz nem boldogít, én olyan boldog vagyok, nekem van már pár barátom, van egy piros biciklem, és én kurva jó fej vagyok. És így mond le az ember az életre, viszont nem azért vagyunk itt, hogy lemondjunk az életről. Tehát, amit nekünk csinálni kell, nektek javaslom, ez, hogy használjátok a nagy technikát, hogy amikor elutasítottak benneteket, hogy nektek mi hiányzott. Hiányzott az elfogadás, hiányzott a figyelem, hiányzott az elismerés, hiányzott még az a pár dolog, amit meg tudsz nevezni, és ne siess a technikával, hanem érezd át, mert mikor átérzed, akkor vissza fogod kapni. Ha hajszoljuk és loholunk és sürgetjük a folyamatot, akkor csak egy intellektuális processz lesz, és nem kapjuk vissza azokat az erőforrásokat. Oké? Okay? És azt is tud, hogy még ott mi hiányzott. Hát az hiányzott, hogy valaki odájön menni. Volt nektek ilyen, hogy valaki fogja meg a kezem, valaki biztasson már, valaki biztasson, jól mondom? Igen, tehát valaki tudod, mondja azt, hogy oké, de valaki ne csak hablaty szinten mondja, hogy oké lesz, hanem segítsen is, és mutassa az utat, és eddig ez hiányzott. Miért hiányzott? Két oknál fogva. Az egyik, hogy amikor minket elutasítanak,
És több ezer ilyen volt már a te történetedben, úgy, mint az enyémben. Amit mi nem kaptunk meg, arra mi érdemtelennek tituláljuk magunkat. Hát valószínű azért, mert én akkor nem érdemlem meg a figyelmet. Hát akkor mindenki kapja be, és lezárjuk a borítékot. És megyünk tovább, viszont az a rezgés az ott van, és mikor újra az univerzum felajánlaná nekünk azt a lehetőséget, mi elutasítjuk. Ismerős? Az egónak ez egy álma. Az ego, mondok nektek valamit. Ezt tőlem talán hallottátok így legbrutálisabban, de most is kimondom, mert nagyon fontos, hogy az egót eddig úgy mutatták be, mint egy ilyen kis komisz tínédzser. Jaj, de édes, hát majd felnő, most fáj a haja, holnap a térde fáj, de majd meggyógyul, nem gyógyul, mert ez a pszichopata ördög. Oké, nem gyógyul meg, hanem egyre szadistább és egyre nagyobb paraszt lesz. Tehát az ego az maga bennünk az ördög. Ez nem rossz, nagyon okos, és nagyon sok erő, tehetség lakozik benne, viszont a stratégiája, és itt a titok, úgy programoztak minket, hogy ne a siker felé menjünk, ne a céltudatosság felé menjünk, ne a szeretet felé menjünk, és az önmegvalósodás felé menjünk, hanem az ellenkező irányba, és mindig mondjunk nemet az igazi áttörésre. Az ego elhitette velünk, hogy az életnek nincs értelme. Ez nem evidens. Ehhez már nagyon mélyre kell ásni. És azért száll ki szinte minden ember a gyógyulás útjáról, vagy száll a hajójáról, mert nem tudja, hogy ilyen struktúrák is léteznek. Nekünk most az a dolgunk, nektek, nekünk, az emelkedőknek, hogy engedjük el úgy a múltat, hogy már nem haragszunk rá. Egy eszméletlen profi iskola volt, nagyon sok osztály ebből a pszichopatizmusa volt, vagy a jellemezte, nem baj, azért kell integrálni. És utána bevállalni az élet célunkat, céltudatosságot. A legtöbb ember eddig a céltudatosságról nem nagyon tudott, mert nagyon mély ellenállások vannak lent a tudattalan világunkban ezzel. Viszont nincs más út. Neked van egy életcélod, nekem van egy életcélom, és ez nem egy dolog, hanem ez egy folyamat. A leges-legelső életcélunk az az, hogy kitakarítsuk az elmét. Tudtad ezt? Tudtátok ezt? Ez az ígéretünk a lélekszerződésben a legelső. Nem egy könnyű feladat. Mert aztán ez egy tudomány magán belül, ahogy mindig mondtam, ez egy doktorátusi szintű elmélet, meg disszertáció, amit egy 5 éves előad a maga szintjén. Erre mondtam, a legtöbb ember úgy van jelenleg programozva, hogy 5 éves szinten fakarddal hadonászva keresi az értelmét ebben a doktori disszertáció pszichopata ego világban. És azért kell tudni ezeket az aspektusokat, hogy szeresd az 5 évest, ismerd meg a mélyebb önmagad, és lásd át azokat a programokat, amik eddig elnyomtak, mert amikor rálátsz, akkor tudsz azokból kiszállni. Viszont bátorság kell a kiszálláshoz is. Tehát az fog történni most, majd erre kicsit jobban rátérek majd a vállalkozás, meg a magánvállalkozás előadásban, az nem lesz ilyen hosszú, az csak egy 5-10 perc lesz max, hogy nézd meg azt, ha tudod az új felállást, ami az, hogy vállald az élet célodat, fogadd el a segítséget, menjél mélyre, takaríts ki az elmét. Van egy kérdés ma Gergőtől, hogy miért ilyen feledékeny, majd megmondom, hogy miért, és az mindegyikötöknek fontos lesz. Hogy
Az elme kitakarítása annyit jelent, hogy az eddigi emlékeinket semlegesítjük. Oké, semlegesítjük. Anyu beszólt, oké, dühöngtünk, meg kell gyógyítani, hogy ne dühöngjünk. Minden dühöngés egy szeparációt okoz. Ha a tanár paraszt volt, akkor adunk neki ajándékba egy traktort, járhasson tovább stílusosan diszkóba, és tovább lép. Tehát tényleg a múltat úgy lehet csak elengedni, hogy már nem haragszunk rá. De az a legnagyobb kihívás, hogy magunkra haragszunk, mert az egónak vannak olyan programjai, ahol köti az ebet a karóhoz, és a másikba látja a hibát. Emlékeztek, sokszor mondtam, most már egyre kevesebbet hallom ezt, aminek örülök, hogy igen, Robert, de hát a narcisztikus férjem, meg megtartam, mondom, figyelj, a narcisztikus férjed az neked tart tükröt, mert a te férfiról alkotott véleményed narcisztikus. Az a szerencsétlen lejátsza a szerepet. Neked a magasabb éned férfi, tehát a te magasabb éned való viszonyod narcisztikus. Na, Schaller time. Hát erre nem számítottam, Robert. És ezt így kell látni. Tehát lehet, hogy tényleg, hogy egy narcisztikus az a másik, illetve lehet. Lehet, hogy csak egy szerepet játszik, viszont ezért csináltam a nagy technikát, hogy letöltjük azt az információt, ami neki hiányzik. Neki hiányzik a szeretet, neki hiányzik a figyelem, neki hiányzik nagyon sok minden, ami egy illetőt narcisztikussá tesz, viszont ha mi nem adjuk át a nagy technikán belül ezeket az üzeneteket, a mi lelkünk szárad el, mint a kóró. Akkor haragszunk csak egy másik emberre, ha mi megígértük nekik, hogy megmentjük, és nem tettük meg. Oké? Ha ezt nem jó, Robert, mondj valami mást. Ez nem olyan jól hangzik, ez egy kicsit túl sok felelőssége el, Robert. Robert, mondjál valami szemben. Elmondom még egyszer, csak akkor haragszunk a világra és a másikra, amikor nekünk vagy a lélek, vagy az elme szinten tartozásunk van a másik felé. Ahogy ezt a tartozást törlesztjük, jól leszünk. Látjátok, ki van a nyeregben? Mi vagyunk, csak eddig ezt nem mondták el. Jó, tehát most, hogy itt az emelkedés, és már látjátok, hogy megtörtént az idősíktörés. Ez azt jelenti, hogy egyre több beteg látja, hogy makkan meg a világ. Most ez nekik egy szerep, amit ők bevállaltak. Viszont olyat is láthatok, hogy egyre több csoda történik az ember életében. Legyen az pici csoda, legyen az az, hogy nézd csak, felhívott ez a izé, és kaptam egy jó ajánlót. Lehet, hogy most jönnek a kuncsaftok, és nem kell kunyizni, gürizni azért, hogy fizessem a számlákat. Tehát egyre több ilyen apró csoda, és lejönnek a nagyobb csodák. Amíg a másik világ, aki nem takarította ki az elmét XY oknál fogva, megtapasztalható, hogy ők egyre kevésbé lesznek jó. Most ketté válik a világ. Ez a Bibliában nagyon szépen le van írva, de az a lényeg, hogy nem bármi, ami zavar téged a külvilágban, azt neked azonnal magadba semlegesíteni kell. A semlegesítés nem azt jelenti, hogy másik irányba fordulunk, jaj, ez nem az enyém, szard le, nem, nem, arra szól, hogy integráld, hogy tudd ennek a struktúráját azért, hogy a te elméden keresztül felszabadíthasd magad hasonló rezgésektől. Ezért kell a belső munka. Amit most a külvilágban láttok, az egy csomó mozivászonnak az egyszeri megjelenése. Vagy lehet mondjuk az, hogy egy mozivászon és 10 000 vetítő gép vetíti rá ki a trutyit. Ami zavar, azt nézd át, mint egy történetet, nézd át, mint egy metaforát, old fel magadban azokat az aspektusokat, amik zavarnak, engedd át magadba azokat a dolgokat, amik azokból hasznos volt, és utána semlegesítődsz, és ezzel gyógyulsz. Aki semleges, ez nem azt jelenti, hogy apatikus. A semlegesség a Krisztusi tudatosság.
az a bölcsesség, az apátia, az érzelemmentesség. Semlegesség, bölcsesség. Látjátok a különbséget? Tehát lehet, hogy át fogtok menni egy apátia hullámon is, azt is akkor integrálni kell, mert nem egy szívbéli humán nem apatikus. Szívbéli humán az szereti az életet, viszont rengeteg ellenprogramban, amit valahol integrálni kell, vagy gyógyítani ahhoz, hogy tényleg élvezhessük az életet. Oké? És egy pillanat. Majd figyeljétek meg azokat a mintáitokat, hogy ahogy haladtok előre, tisztultuk, jönnek a lehetőségek, hogy miket utasítotok el. Mert ez a téma, ugye, hogy elutasítás. Hol van az, meg azt mondod, hogy nem. Hol van az a makacs kis, tudod, a karikás, ostoros gyerek, aki meg kicsapja a másik szemét, mert még nem engedte el azt a múltat, ahol őt elutasították. Oké? Tehát kell a tudatos megfigyelés is, és kell a tudattalan világnak is az ismerete, és ez együtt oldás. Jó? Mert ha tényleg, ha magatokba felismeritek azt, hogy azért nincs valami erőforrás, megoldás jelen, mert azt vagy az őseink, vagy mi elutasítottuk. Ez így ismerős. Szimplán annyit mondok, hogy nem, ez nekem nem való. Nem, ez engem nem érdekel. Ezt kaptuk osztály részül, ez is egy elutasítás, egy program. Ismerős ez a vers. Ez jutott nekünk osztály részről. Ez egy átok. El kell ezeket engedni. És nézd, ahogy haladsz a világ bőség felé, hogy tényleg azt mondod, hogy hozol döntést, hogy nem szeretném már a régi világot táplálni. És akkor jöhet a kérdés, hogy hát de Robert, hát az univerzum nem ismeri, hogy ismeri a nemet? De ismeri. Mert nem a szó számít, hanem az érzés, a rezgés mögötte. Ha azt mondod, és tényleg szívből mondod, hogy ez már nekem nem kell, az univerzum tökéletesen érti. Viszont utána javaslom azt a lépést, hogy és mit szeretnél? Ez is hiányzott eddig. Fogalmazd meg, lehet, hogy napokba telik, lehet, hogy 2 percben, nem tudom. Fogalmazd meg azokat a dolgokat, amiket te szeretnél. És nézd meg, hogy azoknak a dolgoknak mi áll ellen, mik voltak azok a történetek, traumák, ahol ezek potenciálisan el lettek utasítva. És akkor beszélsz ezekhez az erőforrásokhoz, ami amúgy neked a boldogságot adná, és mondod neki, hogy gyerekek, volt, ami volt, tőlem, ősöktől, apa, anya, gyerekek, nem tudom, gyertek haza. Nem akarom ezt a szeparációt tovább táplálni. Nem kell félni, rohanni, loholni, menekülni, félni a támadástól. Vége a harcnak. Jó? És hát ti meglátjátok, hogy mennyi, mekkora nyugalmat ad nektek az, amikor ezt így kimondjátok. Mert mindent, amit a külvilágnak mondtok, azt magatoknak mondjátok, csak egy ilyen nyakatekert furcsa energetikán keresztül. Ezt úgy hívják, akik az expertkorban vannak meg a kvantumban, hogy kvantum kvadránsok. Egy diszociált, szeparált énünket, amikor meggyógyítunk, az bennünk gyógyul, csak ez egy kicsit olyan furcsa. Jó? Tehát azért szerettem én a coachingot, mert ahogy segítettem másoknak, azok az aspektusok bennem is integrálódtak és gyógyultak. Jó. Hát ez volt most így az elutasításról, és akkor ma az előadás, és akkor ahogy felfedezitek az elutasítási mintákat, mondhatjátok azt magatoknak, hogy én hajlandó vagyok, ezt lehet, hogy érdemes leírni, hajlandó vagyok elfogadni magamat, minden aspektusomat, és elfogadom a világot, öröngés mentesen. Ez nem azt jelenti, hogy ami a világba folyik, ott nincs korrigálni való, csak mikor öröngünk, akkor ez nem evidens, de mi játsszuk az Istent.
Amikor mi játsszuk az Istent, akkor az Isten ellen vagyunk, és a forrás nem tudja megadni nekünk azokat az erőforrásokat, amiket kérünk. Gondoltatok erre? Emlékeztek, hány előadásban mondtam, hogy minden erős személyiségnek megvan a maga düh csomagja. Semmi gond, nem ez a baj. Az a baj, ha ezt nem oldjuk, engedjük el és integráljuk, ez szeparációhoz vezet, a szeparáció pedig nem kívánatos életkörülményekhez vezet. Ennyi. Jó? És nem lesz minden könnyű. Tehát most én is itt vagyok San Diego-ban, én tudod, fenn, mikor Cave Creek-ben, Arizonában, fenn vagyunk a hegy tetején, sokkal könnyebb gondolkodni. Sokkal békésebb, nyugodtabb a rezgés. Itt még fekete maszkba járnak, itt mindenki rinyál, szép város San Diego, tehát ez egy tudod, egy képes lapra illő város, de maga a tudatosság és a tudattalanság az tragikus. Tragikus. És ezt azért mondom nektek, hogy mindentől függetlenül magatokra, ha fókuszáltok, és egyre inkább úgy tudtok rálátni a világra, hogy volt, ami volt, a régi múlik el, de csak azoknak, akik hajlandóak elengedni. Ez nagyon fontos. Lehet, hogy nem fog egyik napról menni a másikra. Akkor tudod magadnak mondani, hogy idáig vagyok a hülyeséggel, de tudom, hogy el kell engedni ezt a francot, nem teszek jót magamnak. Szeretem magam, megbocsájtok magamnak, ártatlan, hogy kérem, Istenem, segíts, mert tudom, bedobok egy téglát a kirakatba. És utána pum, az el kell segíteni az univerzum, mert nem azt várják el tőlünk, hogy szendeszűzként üljünk a kerti padon, és várjuk a megoldást, hanem hogy ismerd el, ki vagy, fedezd fel magad, és fedezd fel az erődet, és teremts valami mást, valami újat. Az ego világ eddig miről szólt? Ismételni a régit. A szövegkörnyezet, a divat, az egész, minden arról szólt, hogy ismételd, ismételd, ismételd. Ezért az emberekben az az árnyi történet, amiről beszéltem, azt hiszem a múlt előadásban 2 hónap ezelőtt, az az unalmas, haszontalan árny integrált, vagy bocsánat, installálták bennünk. A legtöbb ember ezért él ilyen unalmas életet, mert az önvalóját, az igazi elmei tisztaságot, amiben megkapja a forrás bőségét, eddig megtagadta, egyenlő elutasította. Oké? Okay? Tehát ki utasít el erőforrásokat? Mi, de nem mindig evidens. Ez a lényeg. Ezért kell magunknak megbocsájtani. Ezért kell ismerni ezt a pszichológiát, ezt a logikát, hogy amit szeretnék, de nincs jelen, az valahol be lett zárva egy titkos kalitkába. Itt a kulcs, nyissuk ki, engedjük szabadjá madárkát. A madárka te vagy. Jó? És ahogy fogadod vissza, integrálod vissza az élet aspektusait, még azt is fontos tudni, hogy a mai világ az már biztonságos. Régen nagyon sok, 33%-a a körülöttünk lévőknek úgy volt programozva, hogy támadja az emelkedést, támadja a fejlődést, támadja az előrehaladást. Oké. Honnan tudod? Hát, hogy beszól. A legtöbbje gép, engem több 10 000 ilyen támadásért, mert miért? Mert azért, mert én kiléptem a komfortzónából, egy public figure lettem, tehát egy előadó, úgy az USA-ban, mint a világ többi részén, és jön a sok okos tojás, és elkezd engem dobálni. Mert így voltak programozva. Emlékeztek, Szonyával csináltam ezt az előadást, és mondtam, hogy a legtöbb lény körülöttünk egy klón. Gépek. Oké. Okay. És ezt azért mondom, mert nagyon sok elutasítás, fájdalom, bántás ezektől a programozott klónoktól jött, nem pedig az igazi humán embertársainktól. Azért jöttünk vissza a jövőből, hogy ezt az utálatos, gépi, mesterséges intelligencia által elfoglalt világot
az elménken keresztül feloldjuk, felszabadítsuk az emberiséget, úgy magad, mint a másikat, és egy értelmes, organikus, tisztességes életet tudjunk teremteni. Jó, ez a lényeg. Na most a kérdésem hozzátok, hogy ennek ismeretébe hogy érzed magad? Jó, más, ugye? Tehát ad egy új rálátást, ad egy új önbecsülési szintet. Nem azért vagyunk ki, tegnap beszéltem egy kedves hölgyel, és nem, neki mondtam, hogy nem azért vagyunk itt, hogy a kedvébe járjunk az eddigi rendszernek. Mert nem. Az eddigi rendszer az emberellenes volt, gyermekellenes volt, egészségellenes volt, ez igazi pszichopata sátáni rendszer volt. Most aki ennek kedvébe akar járni, hát kívánom a legjobbakat. Nekünk az a dolgunk, és nekem ez a dolgom, és akkor ebben én most segítek nektek, hogy to take down the matrix, hogy összeroppantani, összerombolni, lerombolni ezt a rendszert. Hogy tudjuk? Az elmén keresztül. És akkor vagytok ti, akinek én az én képzésemen keresztül meg tudom adni nektek azt a lehetőséget, azokat a lépéseket, azt a logikát, hogy te visszatalálj önmagadhoz, értelmet nyerjen az életed, értelmet nyerjen a te irányod. És ne a régit próbál táplálni és félj a változástól, hanem merd meglépni azt, hogy igenis, eddig egy pöcegödörben pillangóztunk, és ha ez neked tetszik, akkor nem vagyok a te tanárod. Viszont ha nem tetszik, akkor még megmutatom, hogy hogy kell kiugrani belőle. Jó? És ez, itt eljött az az idő, hogy mindenkinek bátornak kell lenni. Engem, tudod, mondta Jézus, és mondta, hogy aki engem nem hall, nem tudom magyarul, hogy mondják tökéletesen, hogy aki engem nem hall, az nem az atyámé. Az nem az apámhoz fohászkodik. Azt angolul mondják, hogy if you can't hear me, you are not of my father. Én nem fogom tolni az észt, én nem toborzok, én nektek segítek, én marha jól vagyok, nem voltam marha jól, nagyon rosszul voltam. De csak azért voltam rosszul, mert nagy küldetésem van, és nagy misszióm van, és ha ezt én azt mondom, hogy nem vállalom be, mert túl sok, azt mondták volna fentről, hogy semmi gondcibe, mert akkor tudod, itt a kis izé, ez a Man in Black-ből az a kis chisel flash, tudod, kitörlik a memóriám, azt mondják, még egy pár millió inkarnációra vissza izére. Jó, tehát nincs rossz, amit most mi itt megtapasztalhatunk, az az, hogy kaptunk egy lehetőséget, egy ajánlatot az emelkedésre. Az emelkedési ajándék arról szól, hogy paradicsomot teremthetünk meg, hogy egy igazi jó életet, egy emberi világot teremthetünk meg. Viszont ez nem megy automatikusan, anélkül, hogy belső munkán keresztül ne oldanánk fel mindazon dolgokat, amik eddig minket terheltek. Jó? Na, remélem, hogy ez segített, gyerekek, vagy ez tetszett. Van-e bármiféle kérdés? Lóbi, én azt szeretném kérni, itt közben olvasom a kérdéseket, és akinek Igen. tudok, annak valamit válaszolok is. Viszont van itt egy nagyon, szerintem egy érdemes kérdés, hogy honnan tudom, mit ígértem a másiknak, mivel tartozom annak, akire haragszom. Ezt Adrián kérdezte. Én ezt egy jó kérdésnek tartom, mert picit, hogyha esetleg erről még Jó, beszélj, nagyon jó. kérlek szépen. Nagyon jó. Mondok egy általános választ. Ezen belül vannak finomságok, de onnan tudod, hogy mit ígértél, hogy mi zavar benne. Mondjuk egy magasabb szinten, tudod, hogy említettem ezt a narcisztikust, a példát. Mi zavar abban a másikban, és ezt nem kell túl lihegni. Ha valami zavar, akkor zavar. Idáig vagyok veled. Oké. És az a lényeg, hogy azt, ha tudod a pszichológiáját annak a másiknak, te azt ígérted meg, hogy őt meggyógyítod. Most a narcizmus, ez egy nagyon, nagyon mély téma. A kurzus tagjai most már látják, hogy a kvantum elmébe is vannak kemény vagy komoly hozzá, vagy tényezői,
De amikor te tudod, hogy az a másik a te életedben, legyen az a párod, legyen az a gyermeked, legyen az a szülő, ami diszonanciát okoz, vagy úgy jelenik meg az életedben, és téged zavar, onnan tudod, ami neki hiányzik, a megoldás, az erőforrások, azt ígérted te meg neki, hogy segítesz. Most ez professzionális nyelvezeten, ezt úgy hívják, hogy you promised the person to save them. Tehát te megígérted nekik, hogy te megmented őt. Most ez azért furcsa ez a kifejezés, mert nem jó, ha megmentőt játsszuk, viszont megtanítjuk magukat megmenteni, mert a megmentő is egy archetipus, egy sebzett részünk. Okay? Tehát az a lényeg, bárki, aki zavar, emlékeztek, mondtam is egy példát, hogy már minden, már 10 000 francos puszit küldtem mindenkinek, mert mindig tombolt egy csávó itt Oklahomában. Hát mondom, kinyírlak. Hát mit szarakodsz? És utána már így 3-szor, 4-szer csináltam ezt, és megtanítottam a nagy technikán belül, hogy mire van neki szüksége. Akarta a segítségemet, de nem akart fizetni. Mondom, akkor gyere, adom oda ingyen, utazz ide a szeminár. Ő neki nincs. Ő fél a repülőt. Hát mondom, mi a francot akarsz? Hát valamit ő ne féljél már, valamit lépjél már meg. Na mindegy, ezt nem lehet szóban átadni, mert az ember egóharcba kezd. Én a nagy technikán belül elmondtam neki ezeket. Hogyha te nem lépsz, és hogy nem vagy hajlandó bevállalni bizonyos rizikót és bizonyos tetteket, én nem tudok neked segíteni. Tök egyszerű. És tudod, mi történt? Békén hagyott utána. Azelőtt zaklatott. Csak azt mondom, hogy annyira profi ez a megoldás, mert az éteri síkon keresztül lecsurog ez az információ, a te lélek szerződésedbe általad megígért valami kielégül, a te eddigi kudarc érzésed feloldódik, és te jól vagy. Amikor te jól vagy, a külvilág úgy fog idomulni hozzá. Már nincs támadás. Azért támad általában egy másik, úgy, mint ezek a fraktáljaink, mert mi megígértük nekik, hogy segítünk visszatérni a fénybe. És ezért azt szabad visszacsatolnom az előző témához, hogy ezért nagyon fontos tudni erről az elutasítom, elfogadom energetikáról. Elfogadás nem azt jelenti, hogy gyere paraszt, kolbászoljunk együtt, mert rengeteg ember nem tud olyan energia, hanem az, hogy látom, mit csinálsz, látom, ki vagy, tudom a pszichológiát, én magamban elengedtem, tehát nem játszok az is, nem játszom az Istent, és nem versengek az Isten, mert te egy valamiféle energetikai reprezentáció vagy, eddig irritáltál, most már nem. Elfogadom a te létezésed, és az történik, hogy ezektől mentesülni fog az életünk. Jó? Tehát eddig ugye nem ez volt a tanítás. Szórd le, tudod, bizony, nem a tiéd. Akkor kiéken. És az a lényeg, hogy ha a teljesség felé szeretnénk haladni, ami az lenne a lényeg, mert akkor vagyunk jól, akkor meg kell találni mindazon triggereket, mindazon aspektusokat, amik rajtunk keresztül feljönnek, és lehet, hogy anyutól jön, lehet, hogy az ősöktől ered a probléma, de az nem azt jelenti, hogy nem a miénk. Oké, okay, tehát egy kis definíciói korrekciót hallottátok ezt már tőlem, tehát ennek nem kell az újdonság erejével hatni, csak onnan tudod, drága, tehát a kérdésre válaszolok, így összefoglalom, hogy mi az, ami neki hiányzik, mi az, amit a te felsőbb éned bölcsességével úgy át tudsz adni ennek a másiknak, hogy javulhasson az élete. És amit te megadsz a másiknak, így a nagy technikán belül is, megadod magadnak.
És ez vezet bőséghez. Nem, ami neked nincs jelen az életben, az azért van, mert magadnak nem adtad meg. Most ez elég ilyen spiri hablatyos volt, de tényleg. Ha magad nem szereted, az a másik nem fog tudni szeretni, még akkor is, hogy tök jó fej lény, mert te el fogod utasítani azt. A pénz ugyanígy működik. Aki kapzsi, zsugori, mint az a kis srác, ugye átment, hogy én nem leszek zsugori, viszont onnantól kezdve nem ad, szívből elmegy zsugoriba, és nem ad se magának, se másnak, és hiányt, azaz, ja, hiányt, scarcity fog teremteni. Oké? Van-e bármi? Adici, meg kérem a te segítségedet, mert nekem itt fut a képernyő, mint valami zé. Hát azt látom, hogy hogy fogalmazzak szépen. Tehát azt látom, hogy jobban vannak elfoglalva a résztvevők azzal, hogy leírják a problémájukat, mint azt, hogy meghallgassák azt, amit mondasz. Ezért kiesnek bizonyos helyzetekből, és nem tudják befogadni ezeket az információkat. Épp most írtam egy kedvesnek, hogy pont most beszélsz arról, amit kérdez, és nézze majd vissza. Tehát, hogy erre szeretném, hogyha felhívnád a figyelmet, hogy... Jó. Oké. Nagyon érdekesen működünk. Mondok egy pár titkot. Oké. Eddig titok volt, és nem titok, csak a működésünkhez szükséges megoldás kulcsa. Amikor az embernek tanulási, felfogási elakadásai vannak, problémái, ez azért van. Teljesen csavart logika, pszichopata logika. Mert az ember nem érzi magát érdemesnek az életre. Na ez mekkora sale? Nem érzi magát méltónak a jó életre. Most hányatokba, hányunkba rezzeg ez? Mindenkiben valószínű. És ezért kell tudni a pszichológiát. Lilla kérdezte, hogy honnantól mi hiányzik, hát ezt meg kell tanulni. Ha benn vagy a privát csoportban, már körülbelül adtam, vagy 50 példát erre. Bárki, akivel én dolgozom, minden előadásban én nagyon sok pluszt adok. Ezért én nagyon sok pénzt költöttem, több millió dollárt, és nagyon sok pénzt tudnék elkérni, de én nem a pénzért csinálom. Egyet viszont kérek tőletek, hogy tényleg most a jelenlegi energiák arról szólnak, hogy az ember nincs jól és kapkod. Olyan, mintha lekésett volna vonatról, mintha lekésett volna valamiről. Ja, Istenem! Mindegy, hogy mi csak dobj felé meg csontot, még akkor is, ha lerágott és száraz, csak valami dobja. És nem kell kapkodni. Van egy olyan, egy ilyen univerzális törvény, hogy do the counterintuitive. Azt jelenti ez magyarul, hogy amit eddig csináltál, próbáld meg az ellenkezőjét. Azaz, ez a minta, ami eddig futott, lehet, hogy az kebelez be téged. Lehet, hogy nem jó a teljes ellentét, tehát lehet, hogy az se százas, de gondold át, hogy az mit adna neked, és mihez vezet. És lehet, hogy a kettő között, kicsit ebből, kicsit abból, és úgy tudsz kitörni a jelen szituációból. Amikor ilyen van, hogy az ember jegyzetel, az nem rossz, mert az azt jelenti, hogy érdekli, stb. De ez egy tanulási stílus. Ez fel lesz véve, visszajátszható lesz, kijegyzetelhető lesz. Ez azt is jelenti, és erre most valószínűleg nem számítotok. Lehet, hogy nekem Schaller Robertnek kéne lenni, nem szentesni, hogy engedd át magadat úgy a folyamatnak, hogy ne mindent az ego próbáljon kontrollálni. Magyarul. Kérd meg a felsőbb énjeidet, hogy még akkor is, ha nem fogsz fel mindent jelenleg, hogy tudat alatt ez rögződjön. Ez egy hipnotikus technika.
Mikor én 2010-től 2012-ig 3 éven keresztül, ahogy említettem, a Tony Robbins-nak a mentorjai tanítottak, meg direktorokkal dolgoztam, nagyon durva kiképzésbe volt részem, fájú, brutális előadás képzésbe volt részem, és ott tanítottak nekünk olyan technikát, amit úgy hívnak, hogy a tudattalan installáció. Unconscious installation. És ez azt jelenti, hogy minden szavam, minden kifejezésem, az energetikám úgy van már tudattalanul is bennem, átadva, kifejezve, hogy ez neked segíthessen, eljuthasson hozzád. Magyarul lehet, hogy most nem érzed a hatást, de hidd el, hogy ott lesz. Hidd el, hogy ott van. Hidd el, hogy jó irányba hat rá. Oké? Okay? És akkor ugye az a gyökér ok, meg az, hogy igenis el kell engedni azokat a hiedelmeket, miszerint nem érzed magad érdemesnek az életre. Most ez olyan furcsa. Kibe van ott? Mindenkibe. Csak lehet, hogy még nem jött a felszínre. Úgy jelennek meg ezek a minták, hogy az ember kapkod, hogy az embernek tanulási problémájában elakadás, és akkor tudod, mit csinál? A legtöbb szapulja magát. Jaj, én kis hülye, install egy újabb árnyat, a kis hülye, nem vagy kis hülye, hanem van egy olyan hiedelmed még az ősöktől, aki azt mondja, hogy szar az élet, rongyos élet, a franc egy meg, ide is jövök többet, és nem vagy rá érdemes. Old ezt fel, és a többi megoldja magát. Oké? Na most a felszínre. Persze. Jó van, gyerekek, 10-11 van. Én nekem ezzel az előadásom véget ért. Csináljunk akkor egy olyat, hogy válaszolok kérdésekre. Van az Expert Coach tagjaitól is kérdés. Van-e bárkinek? Öt nagy technika, drága Szilvia Duka, az a viszlátszorongás kurzusban van átadva. Vagy ha angolul beszélsz és érdekel a képző kurzusok, akkor a Master Yourself című amerikai programomban van. A nagy technika, viszlátszorongáson Master Yourself-nek egy kicsi, egy szelete. Jó, tehát azt azért adtam át, hogy az embereknek legyen működő és nagyon hatékony technika a kezében. Ez viszont ez nem megy azoknak, akik még nem tanultak, vagy nem csináltak önmunkát. Általában őket én nem érdeklem, persze vannak kivételek. Jó, tehát a viszlát, szorongás, ott van a... Igen, köszönöm szépen, Madeci. Jó, a szentesrobert.hu, a magyar weboldalam, amerikai weboldalam, meg a robertszentes.com. Mintha két személyiségem lenne. Több van. Több van. Tudod, és skizofrén voltam, de már jól vagyunk, és az anélkül, hogy a magyar dolgokat a szentesrobert.hu-n, a többit pedig az amerikai oldal. Oké? Okay? Hálásom, szívesen. Jó? Tehát majd ezt gondolom vissza fogjátok hallgatni. Kicsivel több volt, mint egy órás az előadás, de higgyétek el, hogy ez az egyik legnagyobb bajunk és fájdalmunk. Az elutasítástól való félelem, az ezeknek a feloldatlansága miatt a döntéshozatali mechanizmusunk, és elutasítjuk az életet és a jó lehetőségeket. Azért kell lelassítani a filmkockákat, lelassítani a mi érzéseinket és döntéseinket, azt mondani, aha, itt most majdnem elküldtem őt a francba, basszus, nem vagyok normális. Nekem is így jött el ez az ébredés, hogy nem vagyok normális, mit csinálok? Itt van előttem ez a csodás lehetőség, és itt meg tudod, tépem a száma, ne tépd, szélcsend van, nem kell, nyugi. És tudod, így kell szépen ádrótozni magunkat, hogy oké, minden oké, tehát nem az baj, van a minta, egy probléma volt, hogy nem tudtunk a mintákról. Robi, elnézést, még a feledékenységről tudnál mondani valamit? Igen, az egyik kérdés az Expert Coach
tagtól ugyanez volt, akkor megválaszolom most, mert végül is Köszönöm. a sorrend. Oké. Több síkon fut ez is. Mondok egy olyan síkot, egy magas síkot, ami jól fog esni. Oké. Mert legtöbben azt hiszik, hogy jaj, hülyelek meg, már az a korom, már én vagyok a régi. Ezek ego program. Ahogy ürítjük ki az elmét, és ezt most ránk erőltetik, az égiek is. Azt jelenti, hogy engedd el a múltat, engedd el a mintákat, engedd el a régi dolgokhoz való asszociációt. Van egy úgynevezett ürességi érzés. Ez az ürességi érzés, ez az, mikor úgy érezzük, hogy nem emlékszem dolgokra, mintha kicsit meghűltem volna. És ez nem baj, de az a baj része, vagy az a része bosszant minket, hogy eddig a legtöbb munka állás, ahogy nekem is, miről szólt? Tanulj, légy jó előadó, mint én is egy mérnök, emlékezz dolgokra, amit mi visszamondunk, és akkor abból lesz jó kapcsolat a vevőkkel, abból lesz pénz, és így tovább. Tehát magyarul, mikor elkezdjük ezt a emlékező képességen, vagy képességet veszíteni, akkor feljön egy tudattalan struktúra, amit túlélési félelemnek hívnak. Hú, basszus, nem emlékszem, hűlök meg, jaj, mi lesz vele? Hát a főnök kirúg. Ugye ismerős, tehát van ez az aspektus, hogy oda vezet, hogy már nem vagyok, nem tudok helytállni a munkai, nem vagyok kompetens, mert nem emlékszem. Tehát ez az átmeneti része. Ennek a végcélja az, és ez a jó rész, hogy ürítsük ki úgy az elmét, hogy nem kell emlékezni a gyök-kettőre, meg erre, meg arra, hanem mikor tiszta az elme, a teremtővel való kapcsolat, a teremtői könyvtár való kapcsolat adja meg minden választ abban a pillanatban, amikor szükségünk van rá, és nem terheljük az elmét. Elmondom nektek egy példát. Most már jó pár éve, hála Istennek, ebben a teremtői kapcsolatban vagyunk. Ezt tudjátok, miért jó? Nem kell gondolkodnom, mit mondjak. Icipicit készülök, holott én egy nagyon precíz, nagyon nagy felelősségtudatú egyén vagyok. Napokig gyakoroltam, készültem fel, mikor még mérnök voltam, most már nincs rá szükségem, mert a közvetlen kapcsolatom megadja mindazt a tudást, mindazt a választ, amire nekem és nektek szükség van. És eddig ez hiányzott, ez a teremtővel való egység. Ennek vissza, tehát innen ide el kell jutni, és a közbenső rész az egy kicsit olyan furcsa. Feledékenységként jön ki, de ha tudod, hogyha folytatod az utat, és mondod magadnak, hogy Zoli, minden oké. Nem hűlsz, nem feledsz, csak most sok új aspektus integrálódik bennünk. Több tízezer múlt élet játszódik le. Ne ragaszkodj görcsösen az a tudáshoz, kérd meg őket fent, hogy emlékeztessenek rá. Jó? Ez be kell gyakorolni. És ezért van a feledékenységünk. Ismerek, én dolgoztam rengeteg nagyon magas pozíció direktorral Németországban, ugyanezt mondták pár évvel ezelőtt. Hogy de hát én nem tudom, hogy mit mondjak, én úgy érzem, hogy veszítem el a tudást, meg hogy így tudod, így az önbizalmamat. Nem veszítesz el semmit, viszont ez az átmeneti időszak, ezt úgy tudod áthidalni a fizikai síkon, és ezt mondtam az expert coach embereknek, hogy amikor valami elakadásunk van, minden ember tudja, hogy emberek vagyunk. Lehet, hogy csak egyszerűen meg tudod említeni, hogy gyerekek, tudom, most mondok egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, egy egyszerű példát. Én tudom, miről beszél, viszont ha néha kihagyna az agyam, bocsássatok meg, kérem, tegyétek fel ezt a kérdést, meg fogom válaszolni, vagy ha nem tudom, utána nézek. Jó? És azáltal, hogy ezt megcsinálod, az önbüntető mechanizmust kiiktatod, az önszapulás kiiktat, és egy emberi mi voltodat, és az eddig integrált tudásodat folytatod tovább. Tehát eddig
hogy innentől kezdve mondom inkább így, hogy az emberiségünk fontosabb lesz, mint a gépiességünk. Eddig gépiesen voltunk programozva. Ismerős? És ahogy említettem, a minden eddigi tudás, tapasztalás az a birtokodban van, csak lehet, hogy most éppen a hozzáférhetőség nem olyan evidens. Semmit nem felejtünk el, az elme mindent felvesz, minél inkább adunk neki teret, elfogadjuk magunkat és kérünk segítséget, annál inkább ezt azonnal prezentálják. Jó? Ez segített? Igen, köszönöm. Nekem igazándiból a tanulással van most problémám. Szeretném elsajátítani az általad adott dolgokat, csak én ezeket se. Tehát az öt ősi sebet se tudom megtanulni rendesen, mert egyszerűen elfelejtem. Nem is baj. Figyelsz, én 14 éve csinálom éjjel-nappal, úgyhogy engem nagyon magas szinten képeztek, úgy a földi síkon, mint magasabb dimenzionális síkon. Ezt miért mondom? Én se tudtam az elején. És az a lényeg, hogy le tudod magadnak írni, azt mondod, hogy oké, Zoli, most nem emlékszünk rá, nézzük csak meg, hatodik oldal, vagy most mondtam valamit, ott megnézed, oké. És lehet, hogy kell 3, 4 vagy 5 visszalátogatás. A másik, meg lehet, hogy akkor érdemes lenne a csoportba csinálni egy olyan csoportos integrációt, hogy segítek feloldani ezt az ősi hiedelmet, hogy az ember nem érdemes arra, hogy az életre, mert az okozza a tanulási elakadásokat, ha benne vagytok. Jó? Az egy 5 perces oldás, és az segít nektek abban, hogy engedjétek el ezt a mintát, és adjatok teret ne a fizikai éneteknek csak, hanem a magasabb éneteknek, amik segítenek a tanulásban. De amíg az ego meg a fizikai síkon ezek a hiedelmek ott vannak, ellen fognak állni ennek az áramlásnak. Jó? Ha benne vagytok, akkor csinálhatunk egy ilyen oldást majd Köszönöm. a eladás vége felé. De látod, tehát nem tudom, olvastad a könyvemet. A könyvemben a második Igen. fejezet az érdemességről, és nem tudom magyarul, ez nekem mindig egy kicsit furcsa, hogy az méltóság vagy méltányosság. Nem tudom. Magyar, vagy angolul úgy, hogy worthiness, to be worthy of. És a worthiness azt jelenti, hogy valamire érdemesnek lenni, de nem tudom, hogy magyarok, vagy a magyarul ezt hogy mondják legjobban. A kettő, az érdemesség és a méltóság, méltányosság, majd segítsetek ebbe kérlek, ez egy olyan, mint egy ikertestvér. Az egyik nem oly az, mint a másik, de hasonlóak, viszont mind a kettőt meg kell, hogy meg kell oldani, meg kell címezni. Jó. Jó van. Csináljuk azt, hogy még válaszolok, egy pillanatot kérek, még válaszolok egy vagy két kérdésre, és akkor 30-kor csinálunk egy 10 perces szünetet. Oké? Méltóság, méltóság, worthiness. Oké, nagyon jó, köszönöm. Robi, esetleg a kérdezőnket is a Gergelytől megkérdeznénk, hogy ha már ő kérdését előre hoztuk, akkor hogy ő neki is. Gergőjét? Hát igen, ez az ő kérdése volt, és akkor, hogy Nézem, hogy ő mit kérdezett, adja pillanatot. akkor ebben a 10 percben még a belefér szerintem félig. Jó. Ha Gergő már kérdezte, a témánál. hogy évtizedek óta emlékezett kieséseink vannak, témáktól függetlenül mitől lehet ez? Köszönöm. Oké, tehát ez hasonló volt a Zoli kérdéséhez. Ha már régen elkezdődött, akkor megint itt van ez amit mondtam, ez a hiedelem, hogy méltónak lenni az életre, egy brutális. Majd mindjárt megmutatom az expert coachba, ott van. Tehát azt integrálni kell, amit, ahogy ígértem, integrálni fogok most veletek a mai nap. Anélkül az eredeti gyökér ok, ha nincs megoldva, annak csak, hát ez azt hiszem, ez érthető.
hogyha az a hiedelem ott van, akkor úgy alakul majd az életünk, hogy ne legyen sem, ne legyen minden százas. Tehát annak, amit hiszünk, annak valóra kell válni, mert az az univerzális törvényeknek ez egy kötelezettsége. Tehát amit mi hiszünk, az úgy lesz, csak mi nem tudjuk, mit hiszünk. És azért mondtam, hogy ez egy nagyon bújtatott hiedelem, hogy ezt segítek majd feloldani. De Gergő, a te esetedben még van olyan, és Zoli, lehet, hogy rád is igaz, lehet, hogy többietekre is igaz, mert miért ne lenne az, hogy amikor mi próbálunk valamit, úgy, ahogy az elfogadás, elutasítás világában, próbálsz valamit, próbálsz tanulni, nem megy. Akkor mondasz magadra valamit. Basszus, mi van vele? Akkor a következő alkalma lehet, hogy csúnyábbat mondasz magadra. Én hülye. Most mondtam egy példát. Én, tudod, ez meg az. És nagyon-nagyon fontos ezeket a kifejezéseket a felszínre hozni, mert ezek az árnyaink. Bármi, amit mondjuk, Zoli, most téged látlak itt, meg Gergő, ez a te kérdésed is. Hogy érzed magad, amikor nem sikerül, vagy megy, amit szeretnél? Oké, ezek az árnyaink. Nem akarok szavakat adni a szátokba, hanem azt lehet úgy érzed magad, mint valaki hülye, vagy mint valaki, tudod, tehát angolul, meg én ezt jobban ismerem angolul, de minden, ami feljön, nem szabad szűrni, azokat az árny technikával kell integrálni, mert azok, az úgy érzik, hogy önkoncepciók, amik árnyban jelennek meg, nem akarunk az lenni, de ami integrálatlan bennünk az uralkodik az elménkben, és megjelenik a fizikai síkon. Azokat, ha integrálod, és elengeded a gyökérokot, majd én ebben segítek, ma feloldjuk ezeket, jó? És akkor jössz rá, hogy akkor szabadulsz meg egy mintát. Ez a lényeg. A minta nem csak a gyökér ok, hanem azoknak a kompenzációi is. A gyökér ok az, hogy nem érzem magam méltónak az élet. Brutális. Mikor először előadtam ezt az expert coachban, láttam, hogy kerekre nyíltak a szemek, és ilyen hány inger jött az emberekre. Annyira erős, annyira brutális. És akkor ennek van egy olyan eredménye, hogy elkezdtük magunkat szapulni, megnevezni, leredukálni. Ezek nem esnek jól, ezeket mi elnyomtuk, és ezeket most kompenzáljuk. Jó, tehát megkérdezi a kompenzációkat, az elnyomott ki magunkra, hogy mondjam, így kijele magunk ellentett kijelentéseket, és akkor feloldani a gyökérokot. Ha ezt a folyamatot tudjátok, akkor van gyógyulás. Jó? Emlékeztek, mondtam többször, hogy nem elég csak az árny technikát ismerni, mert nem az fogja megadni az igazi áttörést, hanem a kompenzációkat is kell tudni. Mind ahogy ez a kisfiú az én esetemben, akit kirabolt az a három, ő úgy kompenzál, hogy most szórja a pénzt, vagy visszafogja, vagy az önzőséget kerüli, de ha csak az önző árnyat integrálnánk, a kompenzáció, azaz a viselkedési minta maradna, és ugyanúgy habitusként folytatódna. Volt ennek így értelme? Tehát magyarul meg kell nézni, mi a gyökérok, erről nagyon keveset tudnak, ennek én ebbe vagyok én mester. Milyen önkoncepciók alakultak ki, ebbe is tudok segíteni, és akkor te megvesz ezt, ahogy kompenzáltad. Tudod, erre nincs rossz válasz. Oké? Okay? Úgy kompenzáltam, hogy mérges voltam. Úgy kompenzáltam, hogy elszorult a torkom. Úgy kompenzáltam, hogy távol tartottam másokat magamtól. Tehát ezek már azok a formák, amivel mi védjük magunkat. Ezek általában ön védelmi funkciók, és akkor még van olyan is, hogy végén már, mikor már annyira nem megy, úgy kompenzáltam, hogy elküldtem mindenkit a francba, mérges voltam.
És akkor itt jönnek már az agresszivitásaink. Most Zoli, csak mondtam, hogy ezek a sokból egy pár lehetőség. És nincs rossz, nem szabad semmitől bújni, erős személyiségek vagyunk. Az a lényeg, hogy ezeket a kompenzációkat, az elnyomott önkoncepciókat, hogyha meggyógyítjuk, olyan erőt kapunk, teremtő erőt, egészségi erőt, tehát személyes erőt, hogy pont ott vannak eltemetve, elbújtatva, ami az az erő, amit mi keresünk. Jó. Igen. Mi volt a kérdés? Mit teszek ki a Facebookra? Adra. Hát ha visszanézhető-e, oda fogod kiratni a Ja. linket, nem? Ezek a nyílt napok fenn lesznek a YouTube csatornán. Tehát így egy az egyben, amit látok, az fenn lesz. Jó, tehát Igen, az visszanézhető ott lesz. szoktad megosztani, nem? Ja, ha fel vagy iratkozva a YouTube csatornámra, onnan is kapsz egy a jelzést, és közzé tesszük majd a Facebook business oldalon is. Ugyanazt a YouTube videót. Oksi? Jó, Robi, akkor köszönjük szépen, és akkor azt megérdemelt szünetedet Oké. indítsuk, mert fél van. Jó van, gyerekek. Oké. Köszönöm, Adrici, a segítséget. Akkor egy 10 perc múlva, 40-kor találkozzunk. Sziasztok! Nem kell senkinek kilépni, Maradhattok maradhat. bent, én csak leállítom a felvételt, jó? Tehát majd folytatjuk. Maradhattok bent. Sziasztok! Bocsánat, hogyha nem baj. Semmi gond, drága. Egyben vagy az Expert Coachbe, ezt elmondtam már, vagy 100-szor, de elmondom 101-szer. Akkor később is, hogyha esetleg valakinek fontos, de Oké. köszönöm. Semmi gond. Jó. Azért, bocsánat, azért akartam erre rákérdezni, mert ez benne van még a könyvben is simán, hogy ugye ez a szuicid hármas. Igen. Tehát Nekem amikor a nem nagy csak ez az technikát egy... használod, bocsáss meg. Nem csak ez az, ami nekem, ami miatt volt egy rossz érzésem, ennyi. Oké. A rossz érzés onnan jön, több helyről jön, hogy lehet, hogy van benned egy olyan hiedelem, hogy az apuka felé, ha túl nyitott vagy, és túlságosan őszintén elmondod neki dolgokat, hogy az neki rosszul esik, hogy azzal te bántod őt, ez az egónak egy az igazsággal szembeni hiedelem csomagja. Tudod, és magyarul mit mondanak, mondj igazat, betörik a fejed, ez annak egy mikroverziója. Okay? Tehát azt fogod csinálni, hogy beszélsz apuhoz, vagy szia, a napok óta készülök erre a beszélgetésre, és úgy olyan érzés is feljött, hogy nem érzem magam, mert nem érzem, hogy számítok, nem érzem, hogy számítanék. Oké, okay. Most ez még nem elég. Mert tudod, ez volt, amit én spiri hablatnak hívok, az a felszínes megközelítés. Ez alatt vannak mélységek, mélyebb rétegek. Meg például olyat, igen. Mondom tovább. Mondja. De én olyat szoktam csinálni, hogyha ezt így elmondom nekik, és akkor majd még elmondom ehhez a tüledezett elme részét, vagy az árnyat, vagy ha azt látom, hogy az ő életében is szignifikáns, akkor a time dynamic technikával visszamegyek hozzá, és megtanítom az ő pici Az is fiatalkori jó. lényét, Igen. és visszajövök ide, Igen. meg magamat is. Na most az Expert Coach-ban vagy még nem a kvantumban. Tehát azt mondom, hogy vannak, minden alatt van még plusz réteg, és tudod, amíg nem oldod fel ezt, addig ha ide bemész, szétesik az egész, és haszontalan, kidobott energiának lehet titulálni, vagy az ego letámad, és akkor az meg ott megkapaszkodnod kell, és tudod. Van az egónak olyan struktúrája lent nagyon-nagyon mélyen, hogy úgy jelenti, hogy the blame games of the ego. Tehát az ego okol. És ez nagyon fontos tudni, mert mindenki csinálta, csak ez úgy bújtatva van. Szeretünk a saját áldozati mintánkra rálátni, már az is kicsit kellemetlen, viszont nem látjuk, hogy az alatt van egy ellenpólus. És az ellenpólus miatt vagyunk betegek, onnan jön a rák, onnan jönnek a
tud a többi dolgok, amire szinte senki nem tud. Megmondom, hogy ő mit tudsz csinálni. Adok egy-két ötletet. Ez föl lesz véve, de te is tudsz jegyzetelni. Kedves apuka, most, hogy készültem a veled való beszélgetésre, különféle érzelmek jöttek fel. Kicsit örültem is, megnéztem elébe, de neheztelések is feljöttek. És most rájöttem arra, hogy én nem érzem, vagy nem éreztem eddig magam, vagy úgy, hogy számítok. Ezzel még nem mondtunk sem őt. Most jön az új. Én ezt eddig rátkentem. Titokban, és nem annyira titokban, az egóm téged okolt. Ne haragudj. Most már látom. Azáltal, hogy támadtalak, magamat is támadtam, támadtam a férfit, azaz a magasabb énemet. Kérem, Teremtőm, segíts elengedni az én férfi irányába való támadásomat. Na, ezt egy kezdő nem fogja tudni kezdeni, mert kitaknyom. Oké, tehát te fogod tudni. Wow, meg válaszoltál, a legvégén még volt egy ilyen záróes kérdésem, az pont ez volt, hogy miért jött Igen. fel egy csomó rossz érzés, de akkor ezért. Nagyon köszönöm. Azért Ez. félünk valamitől, mert azt az entitást, illetőt, a másikat mi vagy cserben hagytuk, el van bújtatva szépen, nagyon kacikántosan, vagy kinyírtuk, és megtámadtuk, és még nem oldottuk fel azt a történetet. Jó? Mondtam. Jó. Most már ezt te hallottad tőlem többször, hogy jaj, ez úgy idegesít ez az ember, szuper, hogy nyírtad őt ki? Micsoda? Ez a szembe szűznek az ellenkezője. Hogy tetted a lábaló? Hát most, hogy mondod, hát azt hiszem, lerúgtam a szikláron. Na látod, akkor azt gyógyíts meg, és ez a másik illető, ez hirtelen jó fej lesz. Vagy elmegy, vagy tudod, ő lép tovább, és megy a maga útján. Oké? Okay? Jó. Köszönöm Jó. szépen, Nagyon Robi. szívesen. És akkor nézd meg például te, ugye mivel egy nagyon intelligens hölgy vagy, és egy logikus hölgy vagy, te nem kompenzáltál úgy, mint a legtöbb nő. A legtöbb nő úgy kompenzál, aki haragszik a férfire, hogy na jó, akkor most a logikának is annyi. Nem fogok gondolkodni. Maradok a feelingnél, csak tudod, hogy dagonyázik az érzelmekbe, és nem hajlandó gondolkodni. És ez a legnagyobb baja a nőknek ma, hogy nem tudnak logikusan gondolkodni. Nem bántásképp mondom, hanem mint tényelmes. Mert az érzelmek felismeréséhez és elengedéséhez kell a logika, ami egy a férfi energia. De neked ez hál' Isten megvan, csak mondom, hogy a nagyon sok hölgy itt elakadásban szenved. Jó? Jó van, gyerekek. Akkor folytathatjuk tovább. 44 van. Köszi, Robi, egyébként ez nagyon-nagyon sokat segített nekem, mert pont akartam mondani Annának, hogy totál ugyanezek jöttek fel most nálam is az elmúlt 2 napban, és és már ez a, hát mondjuk én a kinyírásos részre mentem rá, és konkrétan aput, ami nap, úgyhogy ez nagyon-nagyon ott volt, és nagyon-nagyon, és arra próbáltam is az egész előadás, hogy ez a cserbenhagyás, vagy ez a érdemtelenség, ezek jöttek, és hogy hogyan... Okay. Fogadjuk ezeket tényleg össze, mert voltak részek, amit nem bírtam összerakni a puzzle darabokat most. Pontosan, nagyon komplex, tehát tudod, azért nem tudsz belemenni a mélységbe, mert egyszerűen, ahogy Zolival is beszéltük, idő kell, míg elraktározunk, vagy ezt a, nem tudják, hogy menetrend, vagy tehát ezeket a rétegeket. Nem tudsz egyszerre egy mindent feloldani, a másik nem fogsz tudni emlékezni, mert túl komplex. Ezen, hogy először az ABC, utána szavak, utána mondatok, utána paragrafok, utána írunk, utána tudod, lesz, ami lesz. Jó? Tehát ez ugyanaz, hogy itt van egy sorrend, egy menetrend. Amit többször mondtam már, Kitty, az az, hogy nem lenne, most is a Facebook Business Page-en föl lett téve, hogy annyira bújtatott büntetési mechanizmusaink vannak mindenkinek, hogy amíg azok nincsenek megcímezve, igazán mi nem tudunk egy megbocsájtani, a másik meg a bűntudat nem abból van, csak
hogy kinyírtuk, kiheréltük, tudod, lerúgtuk a sziklát, stb., hanem abból is, hogy a büntetésünket nem oldottuk fel az irányokba. A büntetési mechanizmus struktúráján belül vannak árnyak, például a szadista. Na, látom, hogy ez a nálad is ütött, jó? És akkor tudod, az elme az nem specifikus, tehát gender specific, és aztán akkor van a szadista nő, van a szadista lány, a szadista gyermek. Ha a férfiról van szó, akkor annak is megvan a maga reprezentációja, csak akkor fogsz igazán jól oldani, ha mind a hármat, ebben az esetben hármat megcímzel. És Utána ennek megnevezed a... Igen? Bocsás, mert ennek meg tudod esetleg mondani ennek a szadistának egyébként a kompenzációját? Hogy ezt hogyan kompenzáljuk igazán? Általában ez egy egyedi dolog, de vagy egy tudod... pár ilyen példát esetleg, hogy amiből kiindulni. Hát én is egy skorpió, egy szexi csávó voltam, hát eszméletlen szadista. Eszméletlen. Tehát aki járt velem, azt mondja, hogy hát az meg... Uha. Jó. És úgy kompenzáltam, vagy én úgy kompenzáltam, hogy jó fej voltam. Eszméletlen jó domán volt. Oké, okay, most is van, csak most már nem kompenzál. A másik, a legtöbb ember, aki például ezeket a szadizmus kompenzálja, hogy túl kedves, közel engedi magához az embereket. Van a kvantum elmében egy olyan törés, amit tudják, hogy közelség, és a közelség az az ego örjöngésével együtt jár, amit a kvantumosok tudnak a temper tantrum. Ez a kettő, ez egy nagyon kifinomult folyamat. Tehát úgy csinálja a szadista, hogy közel engedi magához a másikat, hogy utána jobban hozzáférhessen. Miért ilyen nagy a szemed? Hát a jobban lássol. Tudod? Ugyan. És hát ez is egy kompenzáció. Neked, ami így lejön nekem a te esetedben, hogy te is egy erős személyiség vagy, és te nem félsz elnyomok egyébként nekem az háborogni, de te most éppen elnyom. Nekem ez most ez jön le, hogy azt mondta, hogy legszebben kinyírnálok, ha nem járna érte börtön, de most visszafogom. És akkor ez a visszafog, ez a kompenzáció. Meg egyébként elnyomom a másik felet is, tehát hogyha olyan van, akkor az elnyomom az energiáját. Tehát ez Igen. Tehát nem csak, hogy magamban nyomom el, hanem hogy a támadás az úgy nyilvánul meg, hogy elnyomom a másik energiát. Ez már kevesebb, de érzem, hogy ez ott ezek erre most ott jött, ahogy mondtad. Igen. Jó, ezek mind minták, és tudod, minél hosszabban tart egy minta, annál inkább kompenzáljuk. Azzal a célba, hogy kerüljünk valahogy ki ebből a kellemetlen urokból, de te is tudod, hogy amíg nem megyünk vissza a dominó soron, addig a következő dominó ugyanúgy fog, tudod, eltaknyolni. Tehát az első pár dominót kell kivenni, a többi meg csak kompenzáció. Köszönöm szépen, meg lesz a házi. Szívesen. Jó gyerekek, akkor válaszolok az expert coachosok kérdésére. Oké. Megosztom a képernyőmet. Itt vagyok. Ez látszik? Gondolom kell egy pár másodperc, míg megjelenik nálatok. Jó, tehát ez volt a magánvállalkozásról, majd a végén beszélek egy pár percet. Anna, Panka, Szőke, a karaktereink kapcsolatáról és különbözőségéről szeretném, ha beszélni, a traumában lehasol. Lélekrészek árnyék ellentétben álló részeink, archetipusok. Köszönöm. Itt vagy velünk? Igen, itt vagyok, sziasztok! Szia, szia, hello! Én értem a kérdést, de meséld el kérlek így a többieknek is, hogy mi az, amit ez jelent. Én értem, csak hogy tegyük át egy kicsit a hétköznapi nyelvezetbe. Jó, oldás és gyógyulás az egy folyamat,
és azt vettem észre, hogy ezek a karakterek, ezek így átváltoznak egymásba. Tehát elkezdünk egy árnyékkal foglalkozni, egy árnyékintegrációt, és akkor lehet, hogy jön egy archetípus, vagy jön egy rész integráció közben. És eléggé kell kapaszkodni, hogy megtartsuk az irányt valamennyire, hogy hová megyünk, és ez nálam eddig olyan nagyon intuitíven működött, hogy ezeknek a karaktereknek a kapcsolatát, hogyha esetleg rá tudnál világítani, akkor örülnénk neki. Jó, nagyon jó. Én értem a kérdést, hogy említettem. Nagyon komplexek lehetünk, bizonyos oldások nagyon komplexek lehetnek, tehát nagyon érdekes dolgok jönnek fel. Amit én annó csináltam, amikor még nem tudtam fejbe tartani a dolgokat, addig leírtam ezeket a feljövő dolgokat. Tehát itt most megjelent ez az árny karakter. Ahogy csináljuk, akkor kezdjük el oldani, tudod, arra megvan a technika, és utána egyszer csak azt mondja, hogy valami mást is kijelent a kliens. Meg gondolom, tehát te egy kliens esetekről beszélsz itt. Igen. Na most. A karakterek, tudod, amit mutattam az Expert Coach-ban, a Mester Manuálban, ott mutatom be ezeket a karaktereket. Azok minimum ott vannak, ennél sokkal dúsabb a lista. Emlékszel arra a listára, hogy businessben ott a quitter, akkor ott van a kapcsolatokban, ott van a ribbons, meg ezek. Amíg ezek nincsenek integrálva, addig nincs igazi kiút. Na most, ha adsz nekem egy specifikus példát, akkor azt le tudom neked bontani, ha nem, akkor csak általánosságban tudok beszélni. Akkor azt kérdezném, hogy az archetípusok, mint mindegyik karakternek a pozitív isteni megnyilvánulása, mondjuk, hogy akkor ezek az archetípusok hogy kapcsolódnak itt a részekhez, az árnyakhoz és a lehasadt lélek részekhez. Oké. Az archetípusok azok az ősi árnyak, ez a kife ősi árnyak, ősi szerepek, amelyeket mindnyájunknak meg kell tapasztalni, élni és integrálni. Magyarul nincs az, hogy én nagyon jó fej vagyok, ez rám nem vonatkozik, rád viszont igen. Tehát ez az archetípusokból van 40-50 valahány. Ebbe attól függ, hogy milyen a kontextusba keressük. Ezeket leveszem a megosztást, hogy jobban lássalak. Attól, hogy mi a kontextus, az szerint jönnek fel ezek az archetípusok. Mondj valami, drága, mert most eltűntél a képernyőmről. Ha megszólalsz, akkor újra előtérbe kerül. Én kérem. Itt vagyok. Itt vagyok. Oké, látom, köszönöm. Jó, tehát például a férfiaknál, ugye mik az archetípusok? Lover, king, magician. Ezek az archetípusok, a varázsló, a király, tudod, és akkor mindegyiknek megvan a maga úgynevezett varázsa, és akkor amíg ezek integrálatlanok, addig lejátszuk azt a szerepet, ami lehet, hogy marha szexi. Az archetípusok, például az orphan, tehát az árva gyerek is, úgy hívják, hogy the lost child, az elveszett gyermek, az is egy archetípus. Amíg nem tapasztaljuk meg az otthonról kilépett, idézelbe elutasított, menekülő énünket, önszapuló énünket, addig azon az energetikán nem tudunk túllépni. Na most, ahogy ezek az archetípusok mennek és élik az életüket, ahogy a king, the magician, the warrior, meg ezek, tudod, úgy az orphan, meg a lost child, meg mondom, 40-valahányról tudok, de lehet, hogy több. Ahogy élik az életüket, ő nem tudja, hogy ő most a hero is egy ilyen, a hero, a bűnbak is egy ilyen, jó? Tehát ő nem tudjuk, hogy én most játszom a hőst. Azt talán jobban tudjuk, mint azt a mártír is egy ilyen. De azt nem tudjuk, hogy mi most éppen a bűnbak archetípusát játsszuk.
Mert annyira benn vagyunk ebben az áldozati szerepben. Tudod, a fekete bárány. Hát én vagyok a fekete bárány a családban. Senki nem ért meg. Tudod, ismered, ugye? Tehát ez a story verzió. Nem baj, át kell élni, meg kell tapasztalni, mert tudod, hogy említettem, amit nem tapasztalunk meg, azt nem tudjuk igazán integrálni magunkban. Tehát magyarul az, hogy más kárán tanul, az okos, ilyen nincs. Jó? Az a lényeg, hogy maga kárán, maga tapasztalatán keresztül tanul az ember. Ez a helyes kifejezés. Ahogy például ez a bűnbak, meg ahogy az orphan, ez a lost child, az elveszett gyermek éli az életét, óhatatlanul bele fog ütközni akadályokba, elakadásokba, surlódásokba és konfliktusokba, mert erről szól a földi élet. Na most, ahol surlódás van, és az ember gondolkodik, ha nem ösztönből cselekszik, akkor ott lesznek konfliktusok. Aki ösztönből, mint egy állat, tud cselekedni, azt mondja, hogy éhes vagyok, megettelek, bum, szevasz, tavasz. Okay? De amikor az embernek van egy olyan, hogy fú, basszus, mit csináltam? Ajaj, mindig a gondolat a gondolatról az, ami plusz energiát teremt. Tehát onnan a töredezett elme onnan jön, hogy már egy kicsit átgondoltuk, de még mindig van ott valami. Ez a töredezett elme, és ennek van egy nagyon-nagyon furinka logikája. Jó? Tehát az a lényeg, hogy a töredezett elme az a legnagyobb tartomány az elménknek. És azt jelenti, hogy ez is van, de az is van. Ha ezt nem csinálom, akkor ez van. Tehát az egész egy olyan stratégia megfogalmazást kap. Ezt is kéne, de. Mindig ott van egy de. Mindig van egy ellenpólus. És ez onnan jön, hogy a hiedelmeinket próbáljuk semlegesíteni, legtöbbször szakértelem nélkül. Tudom, amikor az ember nem tudja, hogy ilyen létezik, addig mit csinálunk? Próbáljuk olyan döntéseket hozni, olyan körülményekbe találni magunkat, hogy minimalizáljuk a súrlódást. Jó? Tehát az archetipusok elkerülhetetlenek, mindannyiunknak meg kell őket tapasztalni. Ezek az ősi szerepek. Az árnyak, meg viszont azok a megtagadott, tipikusan megtagadott részeink, amiről ami mi nem szerettünk volna lenni, vagy amit mi bennünk megszégyenítettek. Nagyon sok ilyen példát mondtam már, meg te is, mivel kliensekkel dolgozol, mikor megszégyenítettek minket, beszóltak. Azt mondjuk, hogy jaj, akkor ezt nem csinálom. Ide se jövök többet, akkor ez vagyok én, hát ez nem jön be, nem akarok ez, és megszégyenítjük, elnyomjuk, szeparálódunk ezektől az árnyainktól. Itt nagyon sok minden van. Innen jönnek az általában az önszapuló kifejezések, önbántó, hát nem megy, hát miért vagyok ekkora hülye? Tehát ez is egy önszapó, ez egy árnyunk, a hülye. És akkor ezeknek van egy olyan logikája, amit ha ismerünk, akkor nagyon komoly áttörést tudunk teremteni, ha nem ismerjük, akkor viszont elakadunk egy szinten. A kvantumosok tudják, hogy van egy olyan nagyon-nagyon durva, támadó aspektus az egónak, amit úgy hívunk, hogy authority conflicts, hatalmi konfliktusok. Ez nem evidens, ez a Lucifer és az Isten közötti harc bennünk. Oké, ez egy őrjöngő háború, több tízezer részlettel. Mivel te egy coach vagy, az expert coach szinten, ennek van egy mikroverziója, egy expert coach szintű verziója, amikor az ember hisztizik. Hát, te ott vagy bent, te tudod pontosan, hogy le kellett kokiznom egy pár diákot, mert olyan hisztit csaptak le, emlékszel? Az azért volt, mert ez az authority conflict, tehát a hatalmi konfliktus, azaz ezek az árny megjelenések. Mikor azt mondjuk, hogy jaj, én hülye, miért vagyok én ekkora, és akkor ide beteszed azt, amit muszáj őket megnevezni, csak most nem akarom, tudod, nincs benne semmi titok, de miért vagyok én ekkora, ez meg az? Miért nem tudok én tanulni? Az engem mivé
hogy tünted fel? Na és azt történik, hogy ezt egy darabig mi csináljuk, utána olyan mérgesek leszünk, mert nem tudunk az úton tovább haladni, amíg ezeket fel nem oldjuk, hogy ezt kompenzáljuk azzal, hogy megtámadjuk a megoldást. Oké, okay. Ez a lényeg, hogy én is azért vagyok ennyire brutális. Te ott vagy bent, tehát neked, te tudod pontosan, milyen üzeneteket hagyok. Mert meg azt, hogy te agresszív, én vagyok agresszív, az a kismalac, aki leszállt a bicikléről. Én belemondom az emberek pofájába, hogy mi folyik a búrájukban. Én nem vagyok agresszív, én csak ismerem az embert. És azok, akik ki akarnak szállni ebből a sátáni programozásból, muszáj vallaniuk még akkor is, ha először nem esik jól. Mert utána az ember felismeri, mint azt mondja, hogy basszus, ez tényleg ott. Jó? És utána azt feloldott, utána kapunk egy magasabb intelligenciát. Tehát az archetípusok ott vannak, nézzem én, mit írt egy pillanat. Karakterek kapcsolata, különbözőségről. Mit értesz ez alatt, a traumába lehasadt részek? Mondjuk a gyermeki részek, ugye traumában lehasadt gyermeki részek, és azokhoz mondjuk, amit az előbb említettél, például az árva gyerek, mint archetípus, vagy hogyha veszünk hozzá mondjuk részintegrációt, akkor mit tudom én, a hisztis gyerek és a jó gyerek, mondjuk. Igen. Tehát, és ez mind feljöhet egy oldásba, boom. Így van, így és van. akkor most merre induljak először, Jó, vagy értem. Jó. Hogyan lesz egyikből a másik? Oké. Okay. Egyet szeretnék mondani a coachoknak, meg mindenki dolgozik magán. Nem fogsz tudni mindent feloldani egy ülés alatt. Nagyon fontos. És még ha feloldottad volna ezt meg azt, lehet, hogy egy hónap múlva újra feljön egy rész. Az a lényeg, és én ezért javasoltam, a Master Yourself-be tettem be, azt hiszem, meg a Viszmát szorongásra is betettem, hogy dokumentálja dolgokat, legyen nálad egy füzet. Inkább, nekem ez a javaslatom, inkább kevesebbet csinálj meg, de jól. Na most, te ott vagy bent az Expert Coach-ba, tehát te ismered a chunking, ugye? Na most ez miért fontos? Ha nagyon doktorátusi szinten, nagyon lézersebészet, meg idegsebészet szinten akarod, akkor egy millió francot meg kell címezni. Most erre kinek van ideje? Vagy kedve? Oké. Okay. Na, azt tudod csinálni. Nem fogunk tudni kikerülni a felelősség alól, de majd valahol meg tudjuk ezt címezni jobban, vagy kicsit másképp. You chunk up. You chunk up. Azt mondják, hogy is kérem a teremtőt. Miután meg mondjuk a hisztis kisgyereket, tudod, integráltad, meggyógyítottad, stb. És akkor mondhatsz egyet, hogy kérem az univerzumot, hogy több további számunkra tudatos vagy tudattalan kompenzációt segítsen úgy a felszínre hozni és oldani, hogy azzal a kliens, tudtam én, Anna Mária, tundrda, visszakaphassa az önbizalmát, az életkedvét, és a stb. Stb. Tehát meg tudod kérni úgy az univerzumot, hogy ne kelljen mindig, tudod, ilyen nagyon-nagyon finom részletekbe dagonyázni, mert a legjobb gyógyulást, amit én észrevettem, az, hogy megcímezzük a fő tömböket. Chunk, high chunk level, utána finomítunk, utána még finomítunk, és akkor tudod, te, mint egy coach, te tudod, mert te látod a finomságokat. Egy veszély van ebben, hogy az ego azt fog menni, hogy hát erre mi már beszéltünk. Igen, kis színe, igen, de nem ezen a szinten, csillagpor. Azért, tudod, és ezt kell tudni az embereknek úgy átadni, hogy itt még nem jártunk. És ez a nehéz a spirituális tanításokban, hogy a szövegkörnyezet lehet, hogy pont az a szó, viszont a mélység, a részlete, az még nem volt megnevező, még megcímezve. Jó. Tehát ezt tudod csinálni, az a lényeg, figyelj, hogy ismered az árny struktúrát. Fényárnyak, gyenge árnyak, van már, nem core shadows, mi van a core shadows alatt? Dark shadows, core shadows. Jó, tehát ha ezeket ismered,
akkor ami feljön, pontosan tudod, hogy hol van. Jó? A hisztis kisgyerek az a sárga mező, az a gyenge ágy. Csak megtudod, és kérem az univerzumot, beszélsz a klienssel hipnotikus nyelven, hogy most feljött ez a hisztis kisgyerek. De mit szeretne a hisztis kisgyerek? Mi hiányzik neki? Egy ölelés. Tudod, ezt hívják, hogy healing the inner child, a belső gyerek. És még mi hiányzik neki? És akkor van olyan bújtatott verzió, ami nagyon kevesen gondolnak, most neked átadom, hogy és egy hónap múlva mi lesz az, ami még hiányozhat ennek a gyermeknek? Your future pays a problem. Okay. És akkor ami lejön, lejön, ami nem, az nem jön, benne baj. Most már az emberiség olyan szinten van, hogy már nem játsszák legtöbben a hülyét. Már nincs szükség rá. Van, aki, de már nincs szükség rá. Emberek vagyunk, figyelj, átment rajtam a tehervonat, és mondom, figyelj, rakj össze, kérlek. Jó? És most erről szól, hogy összerakjuk magunkat. És tehát akkor a hisztis kisgyerek, és minden gyenge árny, ha belegondolsz, az már egy olyan lemondás és egy olyan végállomás, hogy ját, itt fenn voltunk a fényvilágban, fényárnyék, nem fény, a fényárnyék világban, a fény lent van. Jó fej vagyok, kedves vagyok, tudod, vagány vagyok, szexi vagyok, nem, de egyszer csak szétesik az egész, mert nem címeztük meg az ellenpólusokat. Nem címezi meg a legtöbb ember az ellenpólus, meddig ez nem volt tanítva. Oda félünk bemenni, ez a kígyóverem, beleesünk, jaj, fáj a hajam, Istenem, majd megyek izére, utazok Bécsbe, majd a jó fejhagra, majd iszunk. Itt sincs megoldás, és az embert az ego betereli a sárga mezőbe, ami a gyenge árny. Itt nincs. Itt van a mártírságunk, itt van az áldozati szerep, itt van a hisztis picsa, a hülye, a hisztis kisgyerek, és azért mondom ezeket, mert ez a diva, the diva bitch, the bitch, ezek olyan energiák, hogyha ezeket nem integráljuk, nem tudunk mélyre menni. Tehát én is, mikor srácokat tudod, kócsoltam, még itt angolul, mondtam neki, hogy heal the wuss bag, a pussy boy. Nagyon csúnya szavak, de ezek ott vannak mindenkiben, megszégyenítésekből jönnek, mikor a kisgyerek azt mondják, hogy te nem vagy férfi, tudod, ez a töketlen, meg ez, mert nagyon-nagyon gorombák vagyunk. Most ez mind ott van, attól függetlenül, mi nem használjuk ezeket, ez el van nyomva, ez bennünk rezeg. És ez úgy jelentkezik meg, hogy ezek az authority konfliktok, ezek a hatalmi konfliktusként jelennek meg, ami arról fog szólni, ez a lényeg, hogy másba keressük a hibát, és a magunk erejét, felelősségét nem vállaljuk fel, és elakadunk. Erre mondtam többször, hogy hülye anya, hülye apa, mindenki hülye. Jó, lehet, hogy azok, de ettől függetlenül nekünk ki kell szállni ebből az authority attackből. Jó? Tehát ez, és utána tudod, azt még meg tudom mondani a kliensnek, hogy figyelj, látom, hogy itt van egy hisztis kisgyerek, gyere, szeretkezz meg, ez mit kompenzál? És akkor meg fogod látni, hogy amit kompenzál szinte minden gyengán, az erőtlenséged. Oké, okay. És az erőtlenség honnan jön? Traumából. Hol veszítetted, vagy te, vagy a felmenő ágod, vagy adtad fel az erőt, hol utasítottad el? Mindig van válasz. Jó? És akkor, ha ismered ezt a logikát, egy gyönyörű flow-t tudsz kialakítani. Ja. Jó, ez így? Igen, köszönöm. Oké, szívesen. Jó van, gyerekek. Következő kérdés. Adrici, én most nem nézem a csettet, nincs nagy képernyőm, tehát ilyen 15 szolos képernyőm van csak, majd ha esetleg valami felugrik, kérlek. Nincs most kérdés. Van egy pár kérdés, amit még összeírtam itt a szünet előtt. Ha lesz rá idő, akkor úgy látom, hogy egy öt kérdést írtam fel. Jó, oké. Majd nincs sok kérdés az Expert Coachon belül, tehát következő editkének a kérdése lesz, ezt megosztom. Várjál, ez most itt szeret cirkuszol nekem. Oké, itt van. Téglás Editke, klienseknél tapasztaltam, hogy a többségük a sztórira fókuszál. Miért? És mi ebben a veszély? Oké. Ennek azért örülök, mert ezt én többször mondtam, és hülyének néztek.
Nem a sztória fontos. Hát hogy mondhatsz ilyet? Hát, Nofretete voltam, száz ezeket oda, és beleik magad a sztória. Most megmondom, hogy mi itt a fontos. Hogy a kérdésedre válasz. Nagyon sok életünk volt eddig. Volt, ami nagyon-nagyon gyönyörű volt, volt, ami nagyon unalmas volt, volt, ami nagyon-nagyon pozitív volt, és volt, ami nagyon-nagyon negatív volt. Általában azokra emlékszünk, és azokat a sztórikat emlegetjük, ahol vagy nagyon sötétséget csináltunk, vagy egy olyan nagyon erős pozitív valami van, ami kompenzálja annak az ellenpólusát. Az ember, én azért nem szeretem a QHHT technikát túl hamar alkalmazni, mert ha csak a sztórira fókuszálunk, és nem ismerjük az árnyi kompenzációt, akkor elakad az ember a történetben. Kaptam olyan kérdést is, hogy csináltunk egy múlt élet regressziót, egy utaztatást. Ilyen van, hát rengeteg, ti is ismertek, tudod, rengeteg ilyet, és most ez megint egy fontos valami, hogy felfedezni a történetet, de azon belül, ami igazán fontos, a metaforát. Mi a jelentés ennek? Ez a karakter, akit mi vagy dicsőítünk, vagy nagyon szégyellünk, ennek mi a, vagy ennek mi hiányzik? Oké, ez a nagy technika. Ennek mi hiányzik? Valaki nem egy hónap ezelőtt írt, hogy úgy, ő volt Salamon király. Ez följött egy múlt élet utaztatásba, és nagyon-nagyon rossz dolgokat csinált, és olyan bűntudata van, és el van akad, és mondták, hogy gyógyítsd meg a Salamon királyt. Mi hiányzott neki? Mi az, amit ő csinált? Eznek mi a pszichológiája? Tehát a te kérdésedre ugye az a válasz, hogy azért szeretjük a sztorikat, kettő oknál fogva, mert nem ismerjük a mély pszichológiát, amit az szimbolizál, a másik, meg ragaszkodunk ezekhez az identitásokhoz, mert az, amit azt csinálsz nekünk, hiányzik. Van még egy mélyebb ok, és megadom nektek, neked. Te ott vagy a kvantumban. Az egónk úgy működik, eszméletlen rafkós, mindent elkövet annak érdekében, hogy ne haladjunk a fény felé, és ne haladjunk a célunk felé. Oké. Okay. És azt mondja, hogy hát nézd csak, itt van egy tangabugyis alpaka, szőke parokába felfelé sikít a hullámvasúton, gyere, beszéljünk erről. És itt alakad a világ. Hát beszéljünk, hogy mit szimbolizál. Jó? És ez a sztori. És ahogy említettem, nem baj, ha átvizsgáljuk, nem baj, ha itt megállunk egy kicsit, de el kell tudni engedni azt a történetet. Amikor én Dolores Cannontól tanultam a QHHT technikát, ő nagyon a szánkba rágott egy dolgot. Amikor vége van a múlt élet regressziónak, és meghaltunk a végén. Nagyon fontos, hogy a halált végignézzük, mert ott ér véget. Egy periódus, a halál az a trauma, az az Isten elleni örjöngésünk és gyűlölködésünknek valahol egy bújtatója, és utána, miután átvizsgáltuk, meg meghívtuk a subconscious-t, utána Dolores mondta, hogy most viszont köszönöm a subconsciousnek, hogy a felső bényeinknek, hogy ezt bemutatta, köszönjük, mert ez egy metafora, és kérem azt a klienset, megnevezek, kérem azt a kliensemtől, hogy és a subconscious, hogy segítsen ezt a történetet úgy elengedni, hogy ez a karakter élhessen, létezhessen tovább a maga idősíkján, viszont mi a pozitív tanulást, azaz a leckéket elsajátítottuk. Tehát maradjon ő maga idősíken, ezzel nem hagyjuk el, mert akkor tőle megint eljött az elhagyatottság, vagy a cserbenhagyást, hanem megtartjuk az általa képviselt üzenetet, és hagyjuk tovább menni a karaktert. Az a, mikor te kérdésed, hogy
hogy az ember próbál a karakterhez ragaszkodni, nem látván azt, hogy mi volt az üzenet. Igen, akkor nem tudja gyakorlatilag semlegesíteni. Tehát ami tanulása volt abban az életben, nem tudja azokat a dolgokat semleges színbe hozni, és viszi magával tovább, mint egy asztrális botyút, hogyha ragaszkodunk hozzá. Igen. És mondom, egy rövid ideig belefér, de most a mai világ, meg ami innentől jön, az nem arról szól, amitől eddig szólt. Dagonyázzunk, tudod, az ego az mit csinál? Késleltet, nyújt, halaszt. Nem, most arról van szó, hogy nézzük meg, propin belenyúlunk, feloldjuk, elengedjük, és utána lépünk tovább. És most ez a fontos nektek is, hogy minél kevesebb sztori, Így van. és minél inkább annak a metaforikus és a szimbolikus üzenete. És akkor az okokhozat meg a kérdésedre, a legtöbb ember, az ego, legtöbb embert az ego uralja a céltalanságra, az ismétlésre és az idő pazarlásra készteti. Ezt ők nem tudják. Ezért mondom, az ego egy idő pazarló gép. És ez vissza megy egy kicsit az elutasításba. A legtöbb ember nem tud gyorsan, tömören kérdezni, mert annyira az ego kontrollja alatt van, hogy össze-vissza, tudod, Csapom jobbra-balra. Csapom, igen, ez egy jó szó, csapom. És ez a time waster, a time waster, az időpazarló árnya az egónak, ami ott van a hetedik modulban. Hogy, Köszönöm szépen. Jó. Tehát nincs benne semmi rossz, hogyha megcímezzük ezeket a karaktereket, egyet, amit említettem, tudni kell, hogy akkor fog csak az elme nekünk igazi szabadságot adni ezektől a történetektől, amikor teljességében átvizsgáltuk. Igen. Igen. Beszéltünk már róla, hogy utaztatást csináltam, és a kliensnél az egyik életben ő volt az áldozati szerepben, és a következő életében meg ő büntetett, és ez nagyon-nagyon érdekes volt, és mind a két esetben, hogy hogyan lehetett ezt feloldani, meg mondtad, hogy lehet a UHHT-n belül nagy technikát használni, részintegrációs egyéb technikákat, és szerintem Igen. fantasztikus eredményeket lehet ezzel elérni. Igen, igen, maga a QHHT Nem csak technika az a egy... mostani életünkben tudunk változást elérni, tehát azt mondják, hogy nem lehet a múltunkat megváltoztatni, hát dehogy nem. És Persze, nagyon hogy nagy olyan hülyeség. jelentőséggel baromság, igen, nagyon nagy változás, tehát ha múltat változtatom, akkor már változik a jelenem is, energetikailag, csak az emberek nem veszik észre, vagy én nem is tudom, nem Ja. veszik tudomásul. Hát figyelj, nagyon rossz és hiányos tanítások voltak eddig. Ugye volt az, hogy nincs múlt, nincs jövő, csak a jelen van. Most tudod mi? Igazuk van, de a mi háromdimenziós lineáris elménknek ez idegen. Azért használjuk a múlt és a jövő kifejezést, hogy a párhuzamos, paralel idősíkon megjelenő nem múlt élet, hanem simultaneous life, ami Így itt van. most történik, hogy azt meg tudjuk címezni, gyógyítani, integrálni magunkban, hogy tovább tudjunk lépni. Na most egy kezdő, háromdimenzióba gondolkodó elmének azt mondod, hogy a másik éned is, az is a Itt és jelenben most van. van. Igen, tehát Nem, ettől kiakadnak, így van. igen, nem megy. Tehát kell ez a... Egy olyan, mint gyereknyelvre fordítani egy kicsit, ebben nincs semmi lenéző. Így van. Jó, köszönöm szépen. Nagyon szívesen, drága. És én azért nem szeretem ezeket a... Hát nem tudom, kimondom, hogy mire gondolok. Volt, tudod, ez az amerikai hölgy, ott voltál te is a kvantum, vagy te pont nem voltál, de vissza tudod nézni. Visszanéztem, Érdekelte, tehát ez hölgyet is, és tudod, én mondtam az én amerikai trauma videó előadásomban, hogy ahol én kezdem, az, ahol más már abba hagyta. Így van. Oké. Na most ezt pontosan mit jelent? Olyan mélységek vannak, én abba vagyok szakember. Miért mondom ezt? Azért, mert ez a hölgy megkeresett, fú, de marha jó, hát ezt tudod, mindenkinek tudni kell, persze, hát így kezdi mindenki, aztán tudod, utána az ego meg a kifogások
majd leszabotálják az egészet, és mondja nekem, hogy de hát ezek a múlt dolgok nem arról, vagy nincs múlt. Hát miért nem tudunk csak a jelenbe lenni? Ugyanez volt a kérdése. És mondom, nem tudsz a jelenbe lenni, amíg ezt a lineáris múltat nem gyógyítod meg. Nem tudsz. Tehát ez a baj, ez a most hatalma, minden teljesen igaz, de segíteni kell először a lineáris elménknek ezt felfogni. Az emberek túl előre akarnak menni, anélkül, hogy elsajátítanák a közbenső lépéseket, az univerzum vissza fogja őket húzni. Azt igen, mondom. Van olyan kliensem, aki itt és most, ebben a jelenből kiindulva, egyszerre akarja érzékelni, hát gyakorlatilag a végtelen mennyiségű párhuzamos idősíkot. De hát nem fogja tudni fölfogni, mert annyi mindennel van teletömve az elméje, hogy nem fogja tudni, hogy mit honnan érzékel. Igen. Most ez is tudod egy olyan dolog, hogy a mai világban a mai embernek már nincs kiút. Tehát most mindenki érzékel több tízezer párhuzamosságot. Oké? Az egyik mozivászon a, tudod, mi vagyunk, kiskirály, nagykirály, tudod, akkor másikon galoppol az orszarvú, a harmadikon a gyerekkor. Tehát olyan párhuzamos történetek jönnek ki, hogy aki nem tudja, hogy mi folyik itt, az lehet az, hogy meghűlt. Ezért mondtad, hogy az idő nem lineáris, hanem hogy Most radiális. radiális, igen. Igen. Tehát ma, és ez most felgyorsult az idő, ezt ti is érzitek, hogy a napok hosszúsága, az egész olyan, egy ilyen, majdnem, hogy egy felmérhetetlen új világba vagyunk. Ez nem lesz mindig így. Most csak átmenetileg, amíg az univerzum átprogramoz minket, és a régi idősíkokat. És tehát jók ezek a spiri megfogalmazások, meg olyan, hogy nincs idő. Hát az ötödik dimenzióban nincs, a harmadikban viszont van. Van. És ha belegondolsz, én azért hívom ezeket spiri hablacsnak, nem mert bunkóskodok, hanem mert veszélyesek. Amíg Igen. az ember nem tapasztalt meg és lépett át építő szinten, tudod, bizonyos rétegeket, addig ezek a magasabb tudatosságok felelőtlenségre és sikertelenségre programozzák az illetőt. Igen. Okay. Tehát olyan, hogy most tudod, egy nagyon triviális példa, megmondjuk Pistikének, nem kell neked az ABC. Író akarsz lenni, menj az egyetemre, ott már tárt korokkal várnak, és belesül, nem fog tudni írni. Nem, nincsenek meg az alapok. Ez a lényeg. Amíg nem a semleges nézőpontból tudjuk nézni. Azaz, amíg nem irítették ki a búránkat. Buksi, Ennyi. igen. Így van. És megmondom, hogy miért nagyon érdekes az elme kiürítése. Mert aki nem ürítette eddig ki az elmét, de akarja, annak van esélye. Ezt te is látod, hogy feljönnek olyan dolgok, hogy basszus, de ha van technika a kezedben, akkor az ember hozzá folyamodik és megoldja. Aki nem az elme mestere most és mostantól, annak olyan szorongásai lesznek, olyan pánikrohamjai lesznek, hogy ihaj. És ezt is látjátok, mint kócsok. És azért kell a nagy technikát kéznél tartani, hogyha nagy Isten feljön valami váratlan, hogy oké, nekem most innen mi hiányzik. És mindig ugyanaz a válasz. Szeretet, erő, biztonság, érzelmi biztonság, szeress Istenem, félek, köszönöm, ártatlan vagyok. És bum, és oldottál egy töredékét a te töredezettségednek. És jobban vagy azonnal. Jó. Így van. Köszönöm. Szívesen. Jó, drága, akkor nézzük. Susan, Berent és Zsuzsi, gyere, megnézzük. Azt osztom a képernyőt. Zsuzsi, itt vagy velünk? Igen, nem tudom, hogy hallatszok-e, de itt vagyok. Igen, hallok. Nem látlak, de hallok. Jó. Engem az érdekelne, hogy a térintegrációs korre... Ó, most már látlak is. De jó. Jó látszik. Zseniális. Igen, ez a technológia.
Oké, a térintegrálásos korrekció milyen területeken használható? Hol lehet alkalmazni, hol nem annyira? Például értékrend összeállításnál feljönnek különböző minőségek, akkor azokra lehet-e azonnal alkalmazni türelem, tolerancia, kreativitás, erő, bőség, alázat? Oké. Kérlek arra, hogy adj egy-két gyakorlati példát. Én tudok adni általános választ, de specifikusabban szeretnék fogalmazni. Hát Ez mondjuk, igen. alatt mit értesz? Mert két vagy három Ja. térintegrációs technika létezik. Ja, oké. Én arra gondoltam, amit a kollokon szoktunk közösen csinálni, hogy így összesöprögeted Ja, magad igen, oké. érzelmeidet például, és akkor így mondjuk így látom, hogy például a tolerancia, látom, hogy 1000 darabban van. Van-e értelme annak, hogy én itt elkezdem őt nem tudom meggyógyítani, mondjuk nagy technikával beszélek hozzá, bocs, hogy nem törődtem vele, stb. Meg mögött nyilván vannak történetek is, tehát ezek mögött nyilván vannak traumák, tehát hogy vagy kezdjem el az intoleráns gyógyítani, integrálni, mint árnyat, vagy keressek traumák mögötte, vagy lehet-e közvetlenül így, hogy behozom, integrálom, gyógyítom. Lehet direktbe gyógyítani, tehát térintegráció. Most a térintegráció, több technika van. Elmagyarázom a Igen. verziókat. Szerintem ezeket te ismered, csak hogy akik nincsenek az expert coach, vagy ők is tudják. Amiről te ugye itt említesz, az, hogy csináltam már több olyan oldást, hogy találd meg a levált érzelmi testedet. Valahol itt érezni fogod a metaforát, magad elé hozod. Ha ahhoz beszélsz, akkor a törelezettségi gyűjtésnál befogadod a szívedbe. Ezt már csináltok többször. Ez egy nagyon hatékony technika. Ez úgy hogy dupla asszociáció, ugye double reassociation. Tehát ez egy technika. Oké. Na most, ezt bizonyos dolgokkal nem szabad csinálni. Oké. Az expert coach szinten lehet. De utána, amikor kimegyünk az asztalsíkra, ott vannak olyan fraktáink, amivel, ha ezt megcsinálod, kinyír az ego. Jó? Igen, Tehát, ezért kérdezem, hogy mivel lehet, mivel nem lehet, mert... tehát a levált érzelmi testtel, lélekrészekkel természetesen lehet, de mikor ott van egy örjöngő, pszichopata, istengyűlölő, asztrál fenebolt, azt ne húzd be a szívedbe. Ha én úgy gondoltam, hogy először meggyógyítom, ha meg lehet. Igen, De meg én mindent meg lehet. most kifejezetten ezekre a minőségekre, tehát itt az értékrendben felsorolt minőségekre gondoltam, hogy ezekkel van-e értelme, ez egy folyamat eleje, vagy egy végén, hogyha már meggyógyítottam minden réteget, akkor lehet ezt megcsinálni, vagy mit csinálok ezzel ilyenkor? Na most, mikor te az értékrendről beszélsz, akkor te a mapping across-ról is beszélsz, mikor az értékrendeket sorrendbe rakod, vagy arról most még nem beszélsz? Nem, most csak arról, hogy így felírom, hogy nekem mi a fontos, Oké. és hogy ezt szeretném gyógyítani magamban, mert ott nyilván kijönnek dolgok. Persze. Oké. Most azt javaslom, amit Szőke Pankának is javasoltam, hogy dokumentálj mindent. Tehát azt mondod, hogy most van, mit mondtál, intoleráns? Vagy ugye? Tehát A toleranciáról beszéltem. Tolerancia. Oké. Ezt azért írd le, mert a toleranciának potenciálisan lehet, hogy van 20-30 verziója. Aha. És akkor azt tudod csinálni, hogy én ré vagy térintegrációval integráltam az intoleráns, toleráns, stb. De ezt azért írd le, hogy emlékezz vissza, mert ahogy haladsz az úton, lehet, hogy előjön még, hogy itt van egy részkonfliktus is még. Az ego szereti úgy elkönyvelni az eddig már megcímzett dolgokat, hogy megvan oldva. És próbál minket lebeszélni a finomságokról, azaz a további lépésekről. Tehát ez csak egy olyan dolog, hogy tudd, hogy te vagy az idegsebész, és tudod, hogyha a követetés dokumentálod, akkor rendelkezésedre fog állni az a mikor integrálsz ilyen dolgokat, mi jön fel benned? Hát eddigi tapasztalatom az volt nagyon sokszor, hogy ha egy töredezett minőséget látok, akkor nagyon sokszor az van, hogy mögötte látom a traumákat. Tehát látok helyzeteket, nagyon sok helyzetet, mint egy ilyen holografikusan, és akkor azokhoz a helyzetekhez is beszélek általában egyszerűen.
De hogyha feljön konkrétan az én életemből, akkor nagy technikával a helyzetet nézem meg, és akkor a helyzetet is gyógyítom. Eddig, amit eddig még nem csináltam, hogy konkrétan mondjuk hiedelmeket, amik annak kapcsán feljönnek, azt mondjuk még nem kezdtem el így kilistázni csak egy ilyen minőség kapcsán, de gondolom, hogy hiedelmekkel is össze lehet így kapcsolni. Igen. Hát te is most finomítasz. Most már rengeteg mindent oldottál, és most akkor finomítasz, mész mélyebbre. Mondom, Vagy talán inkább tudatosabban nézem, Oké, hogy igen, mit persze. csinálok, talán inkább így, mert Igen, eddig igen, csak igen. ugye, ahogy esik, úgy puffan, így ami rám esett, azt megcsináltam gyorsan. Igen. Tehát szerintem mindent jól csinálsz, türelem, türelem, tolerancia, kreativitás, erő, bőség, alázat, igen, ezeket lehet. Amit te itt csinálsz, ugye az a térintegráción keresztül az a levált, elkülönített, ugyanakkor örjöngő, nagyon szomorú, de örjöngő energiával bíró szeparátságot vagy gyógyítód. Minden, amit te visszafogadsz, a teljességedbe az neked erőt ad, az általa birtokolt tehetséget is te megkapod. Ezt te tudod, tehát ebben semmi új nem. Jó, és utána, amit én eddig észrevettem, hogy integrálod ezeket az árnyokat, tök jó, lehet, hogy feljön egy újabb kompenzáció, amire eddig nem is gondoltál volna. Oké. Okay. Van egy ismerősünk Németországban, és hosszú ideje már játsza a szőke nőt. Ez egy kompenzáció. Ez egy férfi elleni támadás. Mikor az ember játsza a hülyét, a logika ellen. Na most. Mondtam már évekkel ezelőtt neki, hogy integrálja a quittert. A quittert. Ő egy magánvállalkozó, tehát ez a quitter, ez az az energia, hogy belekezd valamibe, de abba hagyja. Ez nem a lógós. A lógós az egy teljesen más energia. Na persze, richtig, hogy richtig, hogy nem integrálta. És oda jutott el, hogy ez a quitter, ez teljesen paralízisbe hozta a nőt. Nem megy a biznisz, nem megy a kapcsolat, az egész élet arról szól, hogy fesztiválról fesztiválra jár, de ő szeretné, ha a biznisz is menne. És nem fog így menni, mert amíg az nincs meg. Jó, tehát lehet, ahogy én mondtam már 9 évvel ezelőtt, most neki ez jött fel. Holott már oldott több ezer más dolgot. Hogyha neked esetleg egy ilyen van, akkor tudd. Hát igen, most találkoztam azzal, hogy gondoltam, hogy a fényárnyakat megnézem, hogy mit kompenzál, hogy mi történik, ha azt megnézem. És hát így megnyílt a, hát most nem is tudom, hogy mondjam, a pokol szája a kitartóna, úgyhogy Igen. ott így lett egy ilyen 30 emeletes ilyen árnyék integráció Jó, de belőle, tudod, ha a erre fény gondolsz. felé vezető út az az árnyainkon keresztül van. Hát eddig ez pont az ellenkezőjét Igen. mondtam. És én elmondom azt is itt publikusan, itt belső körökben mondtam már nagyon sokszor, soha nem csináltam titkot, hogy amit én tanítok, az eszméletlen nagy felelősséggel jár. Itt ember életeket lehet megváltoztatni, nem lehet, ember életeket változtatunk meg, ha jól csinálod, ember életek, életek, életre kelnek emberek, ha rosszul csinálod, akkor az ellenkezője is bekövetkezhet. Tehát ez tényleg nem való avatatlan kezekbe. És ezt te tudod, csak mondom így a többi hallgatónak, hogy amikor engem kiképeztek, és ez egy nagyon hosszú folyamat volt, én nem voltam népszerű. Ez a téma nem volt népszerű, mert nem volt ismerős az embereknek. Nem arról szólt, mint a többi csillámporos, ugribugri, mátrixi, valami. Nem meditálunk. Én mindig mondtam, nem meditálni kell, az is belefér, hanem tudatosan megcímezni a mi elakadásainkat. És ezt azért mondom, mert te is most kezdesz nagyon mélyre menni. Ez egy nem rossz hely. Ettől egy képzetlen ember megriadna.
Van oka rá. Igen, de ha tudod azt, hogy az irány jó, csak a jelenlegi útszakasz kellemetlen és göröngyös. Mert nagyon, akinek nincs olyan mentora, vagy olyan háttérismerete, hogy ezt tudná, nagyon könnyű visszafordulni az úton. Ez nagyon sok ember megtörténik. Az a veszélye a visszafordulásnak, nagyon sok veszélye van. Ha úgy is maradunk, és nagyon sok embert láttam, tönkre teszi az életét. Tönkre megy az élete. A Spiral Dynamics-en belül, amit tudom, hogy nem tanítottam, csak az említem, hogy kezdjetek így a kifejezéssel ismeretségbe kerülni. Az egyik a mentorom, még amíg tanított engem a Spiral Dynamics-re, az egy evolúció, tehát egy törzsfejlődési, értékrendi, felmérő eszköz. Tehát nekem mond valaki egy-két mondatot, és én azonnal tudom, hol tart, mi a kihívás, kivel van konfliktusba, mire kell vigyázni. Tehát egy nagyon jó eszköz. Na, nekem azt mondta az egyik mentorom, aki a Spiralban nagyon profi volt, hogy it's never a good idea to go back. Ő finoman mondta, hogy nem rossz ötlet visszafelé menni. Na most az ember azt mondja, hogy most félek, jesszusom, ez el tud, egy kicsit ez ütős volt, nem baj, fussunk vissza az egérjukba, onnan ki kell jönni. Aki nem jön vissza az egérjukból, az bekebelezi az univerzum. Ezért mondtam, hogy kellenek profi mentorok, nem neked mondom, hanem így a hallgatóságnak, mert nem tudjuk, amit nem tudunk. És olyan dolgok vannak az elme mélyén, hogy ha azt megoldjuk, szabadok leszünk, bőségben tudunk gondolkodni, egészségesek leszünk, tehát minden megoldás rajt, vagy bocsánat, bennünk van, de ez nem úgy van, hogy csak meditálok, és akkor majd hámlanak le rólam a pikelyek, és akkor én leszek a csodás izé, tudod, a herceg. Nem. Ott lenyúzzuk magunkról az ego bőrét, ott olyan transformációk, olyan halál érzések lesznek rajtunk urrá, hogy az általunk eddig ismert világ meghal. Akinek nem fogják a kezét, az azt hiszi, hogy meghűlt. De most ezt az égiek nem hagyják másképp. Tehát ti is, ha úgy érzitek, hogy olyan furcsa az energia, furcsa, tehát mint, tudod, mint az expert coachban is hagytam a hangüzenetet, hogy úgy érzed, hogy meghaltál, nem haltál meg, hanem újra születsz. Az újjászületésnek viszont van egy olyan előző funkciója, hogy az eddigi tapasztalásainkat, énünket, gondolkodásmódunkat el kell engedni, és ebből csinál így az elmei struktúra ilyen nagyon furcsa érzést. Jó. Válaszoltam minden kérdésedre? Végül is azt akartam tudni, hogy ez veszélyes-e, tehát, hogy előhoz valami, ez, amit mondtál, hogy előhozza ezeket az őrjöngő részeket, tehát ezt mondjuk egy gyógyítás végén érdemes, vagy lehet ezt közvetlenül is, ha nem érzek rajta semmi. Nem lehet, tudom, lehet közvetlenül elég, is. De... Lehet közvetlenül is. Hála Istennek, Zsuzsi, az univerzum úgy van, de hogy úgy működik, hogy minket nem akar a medence mély oldalán bedobni a vízbe, tehát, hogy mondjam, megjutalmazza a bátorságot, de véd is. És mit mondtam neked, hogy tudom, hogy egy nagyon egy nagyon intelligens, meg egy tanult hölgy vagy, nem fog olyan dolog feljönni, amit egy nem tudnál kezelni, vagy amit még nem szabad megtapasztalnod. Jó, tehát védve vagy, csak az a lényeg, hogy haladj az úton, és ne fordulj vissza. Jó? És most más problémánál, mondjuk egy nagy technika, egy konfliktus végén van ennek, tehát ennek, magának ennek a fajta térintegrációnak van valami gyakorlati haszna, vagy más, nem tudom, tehát más alkalmazási terület, ahol mondjuk ezt így... Erről beszélsz, mikor behúzod a szívedbe azt az igen, erről a fajta, igen, tehát konkrétan erről a fajta.
Ezzel nem szabad kezdeni, ezt te is tudod. Amikor egy gyógyulatlan, törött szív, egy örjöngő testbe behozunk egy másik örjöngő levált árnyat, attól nem gyógyulunk, attól behűlünk. Azért kell először, tudod, ahogy mondtam, csomó mást integrálni, hogy legyen már egy olyan alapunk, legyen egy olyan otthon ezeknek a szeparált részeknek, hogy már nem gyengít, hanem mi adunk nekik táptalajt. Ezt te érted? Tehát ez az aspektus. Most akkor van olyan térintegráció is, és sokat használtam, hogy itt San Diego-ban, a konyhánkban ilyen 25 centiszer 25 centis csempék vannak. És akkor az egyik csempét kijelöltem, hogy most akkor ez a karakter, a másik az a karakter, és lépegettem egyikből, és megbeszéltük a bennem lévő konfliktot. Ez is egy térintegráció. Jó, az mondja, spatial integration. Tehát ez olyan, mint az empty chair, mint az üres szék, csak nem kell hozzá szék, ez csont ingyen van. Tehát majdnem minden gyógyítási technika ingyen van, ha tudod, mire jó. Tehát ezt, és a kvantumosok tudják, hogy mikor az asztrál fraktáljainkat, az őrjöngő fraktáinkat gyógyítjuk, azt nem mi gyógyítjuk, hanem megkérünk egy minimum krisztusi tudatosságú, vagy egy szólál krisztusi tudatosságú egyént, hogy gyűjtse be őket, ő azt magába processzálja, és átadja nekünk a gyógyult, integrált energiát, különben letarul. Tehát tudod, ezek a psychic attack, meg energy attacks, tehát ezek az energiatámadások, ezek mind az asztrál, ezek a démonjai. És ezzel nem szabad kezdeni. Tehát ez már ninja terep. Jó van, drágám. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Gergő, válaszoltam ugye Zoli erre a kérdésére, ez van esetleg még plusz, amit szeretnél hozzátenni? Gergő, ha itt vagy velünk, addig betöltöm az oldás. Lehet, hogy nincs mindent, az elég, hogy megválaszoltam a... Várjál. Secondary gains. Ugye itt van a tanulás. Hova tettem be, várjál csak. Hova tettem be a secondary gains? Azt hiszem a nyolcadik. Secondary gains. Másodlagos nyereség a tanulási nehézségek. Oké. Okay. Erről volt szó, ugye? Secondary gains. Itt van. Oké. Okay. Tehát ez a... tanulási képtelenséget az okozza, hogy az illető Zoli, most ez volt a kérdésed, meg ez mindenkire vonatkozik, hogy méltatlannak érzi magát az életre. Emlékeztek? Méltatlannak érzi magát a táplálék elnyerésére, ez sokszor az anyával való konfliktus kapcsolatát szimbolizálja. Méltatlannak érzi magát, hogy koncentrált és szeretetteljes figyelmet kapjon. Ez brutális. Ez gyerekkorból jön. Mikor nem kaptuk meg a figyelmet, mikor szerettünk volna valami valószínűleg tök egyszerűt, és akkor a szülők vagy elfoglaltak voltak, vagy ittak, vagy franc tudja mi volt, és akkor nem kaptuk meg azt a szeretetteljes, azt az igazi, mélyebb odafigyelést. Ilyenkor elkezdünk őrjöngeni. Ez az őrjöngés, ahogy mondhattam az elején, elutasítás és szívtörési traumákon keresztül kijön, és elkezdjük követelni a figyelmet. Nem tudjuk, sokszor annyira bújtatott, hogy követeljük, másoktól várjuk. Sokszor úgy jön ki, hogy annyira jól esik, mikor odafigyelnek ránk, és annyira hiányzik, vagy szeretjük, mikor ajnároznak minket. Ez rám is igaz volt. Mondd, hogy szexi vagy. Szexi vagy, de ne így mondd! Tudod, egy másképp mondja, hogy az ember így szadizza a másikat, és ez azért van, mert nem érezzük magunkat méltónak a koncentrált és a szeretetteljes figyelem.
Milyen durva, nem? Ezek a gyökér okok. És méltatlannak érzi az ember magát a családban való jelentőség teljes részvétel. Megnézem az angolul, mi, mert ez eredetileg én angolul írom ezeket, ugye? Oké, a meaningful in the family. Oké, tehát a jelentőség teljes. Oké. Jó, akkor erre csinálunk egy oldást. Mit szóltok? Jó. De látjátok, hogy milyen eszméletlen finom szálakon múlik a siker? Hogy ki gondolta volna, hogy ilyen bújtatott hiedelmek okozzák később az életünkben azt, hogy nem tud, hogy a tanulás vagy nem fog, nem megy, tehát nem gördülékeny. Ki gondolta volna? És akkor tudjátok, én is, hát 21 éves voltam, amikor kijöttem Amerikába, most vagyok 57. És engem is szadíztak, meg cikiztek a tanárok. Olyan dolgokat mondtak, hogy egy csoda, hogy nem törtem jobban össze, a másik meg csoda, hogy nem öltem meg őket. Vagy nem nyírtam ki őket. Olyan utálatos, aljas dolgokat mondtak. Jó? És az a lényeg, hogy ezek a traumák, tanároktól, szülőktől, osztálytársaktól, munkahelyen, stb., mikor feltépik ezeket a sebeket, oda vezet az örjöngésről, mi nem tudunk, mert általában a szomorúságot tartjuk szem előtt, de az örjöngésünk az, ami a szeparációt fenntartja. Hogy lehet valaki ilyen unfair? Hogy lehet valaki ekkora tahó? És akkor tudod, nem kell nektek ötleteket adni, de ugyanezek a szöveg környezetek bennünk vannak, és csak hajszoljuk, hajszoljuk, és minél inkább hajszoljuk, annál nagyobb szeparációhoz vezet. Ez egy nagyon, nagyon komplex téma, tehát javasolnám most azt, hogy ne egy egyszerű hipnózist csináljunk, hanem ti beszéltek az ősökhöz. Mit szóltok ahhoz? Ez azért jó, mert ez integrál töredezettségeket. Tehát képzeld el, hogy vagy te, most Zoli, meg mindegyikötök, invitáljátok meg, hívjátok ide az ősöket. Domboldal, stadion, nagy szoba, attól függ hányan vannak, és állítsd magad a te fiatalabb verzióidat is ide, a hallgatósághoz. Jó, tehát képzeld el, hogy te is ott vagy, és az ősöket. És az ősöket azért gyógyítjuk, mert ez egy ősi minta. És vegyél egy jó mély levegőt, lélegzetet, és mondd a következőt. Halkítsd le a mikrofonodat, kérlek, de mondd így szó szerint az ősöknek. Tisztelt ősök, kedves mindenki! Köszönöm, hogy megjelentetek a mai napon itt előttem. Már sok oldásban volt együtt részünk. A mai nap is hasonló lesz, és szeretnék egy nagyon fontos témáról beszélni veletek. Nagyon hosszú ideje tart már az, hogy sokunknak tanulási nehézségei vannak, hogy nem tudunk koncentrálni. Olyan érzésünk van, mintha képtelenek lennénk valamit elsajátítani. Tudjátok, kedves ősök is megjelentek, hogy ez azért van, mert annó mi elhitettük magunkkal azt, hogy méltatlanok vagyunk az életre. Sokszor gyermekkori traumából jött olyan is, hogy méltatlannak érezzük magunkat a táplálék elnyerésére,
Nagyon sokunk, akik nem kaptak koncentrált és szeretetteljes figyelmet, mi úgy döntöttünk, és olyan következtetést vontunk le, hogy mi nem vagyunk méltóak a koncentrált és szeretetteljes figyelemre. Sokszor, mikor nem éreztük a családunknak a támogatását, hoztunk egy olyan döntést is, hogy mi nem vagyunk méltóak a családunkban való jelentőség teljes részvételre. Én tudom, hogy ti is érzitek ezek szavak mögött a döbbenetes mélységet. Én is most fedeztem fel, hogy ezek bennem is rezegnek. Kérlek titeket, kérem az univerzumot, hogy segítsen ezeknek a rossz jedelmeknek a semlegesítésében, és hogy segítsen az elengedésben, úgyhogy tudjunk tanulni, úgyhogy újra érezzük magunkat, hogy úgy érezzük magunkat, hogy okosak vagyunk, hogy van felfogó képességünk, és hogy ne legyenek innentől kezdve tanulási nehézség. Tudjátok azt, kedves ősök, hogy igazán méltóak vagytok erre az életre. Jó, hogy itt vagytok. Méltóak vagytok arra, hogy a táplálékot elnyerhessétek. Még akkor is ez furán hangzik. Méltóak vagytok arra, hogy koncentrált és szeretetteljes figyelmet kapjatok. És méltóak vagytok arra, hogy a családban, a ti családotokban, hogy igenis részt vehessetek jelentőség teljesen. A múlt kacifántos volt sokunknak, sok megpróbáltatással járt. Emiatt szomorúság, düh, örjöngés is megjelent rajtunk. Fogadjátok el az univerzum gyógyító erejét, és engedjétek el a világ felé való szorongást és neheztelést. Köszönöm. Jó élet vár rátok. Minél gördülékenyebben és lazábban csinálod, annál jobban tudsz teremteni. Engedd el a görcsösséget. Engedd el az önszapulást. Engedd el az önbüntetést. És engedd el a világ és a teremtő irányába való bújtatott büntetéseket is. Találj békét a szívedben. Hangolódj rá a te egyedi életkódodra,
és kérem az univerzumot, hogy pendítse meg ezt a húrt úgy, hogy a te csodás teremtői egyedi lényed életre kelhessen egyszer és mindenkorra. Köszönöm. Én szeretlek benneteket, és megbocsájtok nektek. Kérlek, és bocsássatok meg nekem. Ártatlanok vagytok, és én is ártatlan vagyok. Okay. Én azt javaslom, hogy itt hagyjuk abba. Ez egy nagyon szép hely. Ha csak nincs esetleg valami kérdés, Adrici, majd ebbe kérem a segítségedet. Hát 5 kérdésünk van. Igen. Nem tudom, hogy erre szeretnél-e most válaszolni, vagy hogy gondolod. Belefér, belefér, ha bírjátok. Jó. Hát akkor előre hoznám a Zsoltnak a kérdését, hogy ő többször föltette a fraktálok mit jelentenek, ezt a fogalmat ő nem érti. Majd még egyszer kérlek, mert itt közben zaj van. Hogy a Zsoltnak, Pop Zsoltnak volt egy kérdése, és most már többször írta, hogy fraktálok mit jelentenek, ezt a fogalmat nem érti. Persze, ezek pszichológiai szakkifejezések. A fraktál azt jelenti, hogy egy része valaminek. Az angolul van az a szó, hogy fraction, az azt jelenti, hogy töredeze. Nem tudom magyarul, hogy mondják matematikában, amikor osztunk, az osztás, az a fraction, az a végeredmény, az osztásnak az eredmény, az a 1,321, tehát az egy töredezettség, az a fraktál. Mindnyájan a teremtő fraktáljai vagyunk, azaz a részei. Nem mi vagyunk a teremtő, hanem egy bizonyos része vagyunk. Ezek a fraktál. Rész. Most ennek van egy negatív asszociációja is, amikor azt mondják ránk, hogy fraktál, azt is jelenteti, hogy leváltunk és szeparáltak vagyunk. Amikor vannak, tehát olyan emberek, akik nagyon alacsony tudatossággal bírnak, őket úgy hívják, hogy fraktálok. Azaz messze van a fénytől. Tehát van egy pozitív értelmezése, hogy részei vagyunk valaminek, viszont van egy a negatív értelmezése is, hogy távol vagyunk a fénytől, mert túl fraktalizálva vagyunk, azaz túl töredezettek vagyunk, túl távol vagyunk. Az asztrál fraktáljaink, amiről beszéltem Berente és Zsuzsival, minden az, nem akarok belemenni, az élet veszélyes. Azt a kvantumban tanítom. A démonjaink honnan jön? Oké, oda nem lehet bemenni. Jó. Tehát ez a fraktál, hogy egy levált rész, aminek fontos szerepe van, viszont a fraktálok elhitették magukkal, hogy ők nem fontosak, és ezért próbálnak az ego uralma alatt külön életet élni,
Isten nélkül, Isten ellen. És ebbe hűlt bele a világ, ezért esik már össze az ötödik civilizáció most. A fraktálságunk miatt, azaz a gyógyulatlan aspektusa miatt. Jó? Tehát ez a mindennek két értelme van, ezt azt hiszem, hogy elmondtam. Jó, jó ez így volt? Igen, köszönöm szépen. Oké. Okay. Érthetőbb. Oké. Okay. Csak ha tudod a krisztusi vérvonalat, akkor minél felelősség tudatosabban szaporodik az ember, az emberiség, annál kevésbé fraktálizálódik. Tehát magyarul ez a felelőtlen sok, jobbra-balra csapongok, szexuális életvitel, ez is oda vezetett, hogy fraktálizálódott az emberiség, azaz elkerültünk, nagyon messze kerültünk attól a fény teremtői viszonytól, mert a felelőtlenség, meg plusz energiák belekeverednek ilyenkor dolgokba. Tehát ez is ott van. Amit most mi csinálunk a belső munkán keresztül, hogy ezt a fraktálizálódást, ezt mi integráljuk úgy, hogy visszamegyünk a nagy szobába. Már nem bújunk el, tudod, az íróasztal mögött, meg a saját szobánkba, már nem vagyunk, hanem visszamegyünk a nagy szobába, és visszavállaljuk a nagy énünket. Oké. Okay. Igen, köszönöm szépen. Szívesen. Adrici, gyere! Le vagy halkítva. Igen, már is olvasom. Volt egy olyan kérdés, hogy azt szeretném kérdezni, hogy ha extrém nagy amplitúdóval működik most az érzésvilágom, akkor amögött vajon mi van? Egyik pillanatban ezt akarom, másik pillanatban meg azt. Vagy például mély pánikrohamból, ha minden rendben állapotba kerülök pár órán belül, mintha kezdenék megőrülni. Oké. Okay. Itt van velünk a kérdező? Itt vagy velünk? Jó, lehet, hogy Igen, igen. itt van Henriett, a Henry, kapcsolatban. kapcsolj be a mikrofont, légy szíves. Hogy tudjak veled beszélni. Illám. Jó. Ez most egyébként nagyon apropó, telefonról nem engedi. No, oké. Okay. Akkor tudsz esetleg így chatben válaszolni. Adrici, mondd meg, még, kérlek még egyszer az első két mondatot, hogy mi volt a... Természetesen egy másodperc. Extrém nagy amplitúdóval működik most az érzésvilágom. Egyik pillanatban azt akarom, vagy ezt akarom, a másik pillanatban meg azt, vagy akár a mély pánikrohamból, a minden rendben állapotba kerülök pár órán belül, mintha kezdenék megőrülni. Oké, okay. Igen. Ezek a rész konfliktusok. Tehát ezeket az üres szék technikával kell, meg lehet gyógyítani. Emlékeztek, mondtam a mai előadásban is, hogy aki nem az elméje ura, az most nagyon-nagyon konfliktusosan és stresszbe érzi magát. Ez ugyanaz. Ez annyit jelent, tehát nagyon egyszerűen, ez nem ijesztő üzenet, ez csak egy irány. Ez annyit jelent, hogy... Közben megérkeztem, bocsánat, feljöttem. Jaj, de jó, szia, oké, de jó, oké. Akkor tudok veled beszélni, igen. Hogy most ez a... Nevén nevezem a gyereket, mert az segít, jó? Tehát most, amit te csinálsz, az egy valamilyen szinten kétségbeesés energiájával bíró keresés. Keresem a megoldást, keresem a kiutat, jól akarok lenni, viszont a megoldást akkor fogod megtalálni, ha lassítasz. Jó, tehát ez a nehéz itt, hogy
szorongás, a pánikrohamnak ugyanaz a frekvenciája, mint az izgalomnak. Ez egy nagyon furcsa dolog. Tehát ez az a, jaj, de szeretném, ez bejön, Atya Isten, szétesek. Ugyanaz a frekvencia. Hogy azt tudod magadnak csinálni, vagy csinálni, minnyájatokra ez vonatkozik, hogy mondod magadnak, hogy engedélyt adok magamnak, hogy lassítsak. Szó szerint ezzel kell kezdeni, lassítok. Ezzel az elmédet, az ego részét is felszólítod arra, hogy ebből a pánikszerű, ja Istenem, hol a kulcsom? Tudod, ez a keresés, de nem találom energia, hogy ez lelassuljon. Szó szerint le kell lassítani most a filmet. Ez azért fontos, mert most az idő felgyorsult, és olyan, minthogyha az idővel futnánk versenyt. Ennek van egy olyan plusz bújtatott pszichológiája, hogy úgy érezzük, úgy is érezhetjük, hogy lekéstünk valamiről. Ugye? Úgy is érezhetjük, hogy lemaradunk valamiről, hogyha nem hajtunk. Na most itt a trükk. Ahogy mondtam, az egyik mentorom még annó mondta, hogy do the counterintuitive, tehát tedd az ellenkezőjét, mint amit rutinból csinálsz. Oké, mindennek most próbáld meg, csak vizsgáld át. Most nagyon tudatosan kell magadat irányítani. A tudattalan irányít, de a tudatos elméddel, azaz a gondolkodással rá tudsz ráhatni. Mi az, amit keresel? Nyugodtan kapcsolva a mikrofont, és akkor segítek. Mi az, amit igazán keresel? Alapvetően nyugalmat. Nem tudom, folyamatosan ugye a pánikrohamok nagyon durvák voltak, és akkor pont az egyik tanítványoddal kapcsolatban is kerültem, megkerestem őt. Andreával szoktam dolgozni, de most egy pár hónap kimaradt, mert annyira erős volt, hogy igen. Azt éreztem, hogy nem megy, úgyhogy majd szeptemberben folytatjuk. Jó. Megbeszéltük. Tehát van segítségem, viszont addig is vannak olyan napok, amikor hirtelen, például tegnap mélyzuhanás, és most meg itt vagyok, és mosolygok, okay. És ezt azért elég nehéz kezelni, igen. Nekem is, a családnak is, mindenkinek, és már nem tudom, hogy most pszichiáter kéne, és nyugtató, így átmenetileg, vagy mi a gyors megoldás erre. Én nem vagyok a pszichiátriának a híve, de nem mondok nemet rá. Tehát ez, tudod, mindenki, az egy másik ág, az egy másik megközelítés, én nem azt képviselem. De az a lényeg, hogy amit tudsz csinálni, nem tudom, milyen háttérre rendelkezel, technikailag milyen megoldások állnak a kezedre, vagy a rendelkezésedre. Van az üres szék technika. A nők szeretik, ezt te ismered. Veszel két széket, leülsz az egyikbe, ez lesz a pánikoló, loholó, tudod, megőrülök énem, a másik meg ott a magasabb éned, mondjuk a bölcséned. Ezt majd jár, nyugodtan, bár ez a technikát használhatod bármikor. Leülsz a pánikolóba, és megjeleníted ezt a részt. Basszus, félek. Pedig az eszemben tudom, hogy nem kérdez, és kiadod magadból. Utána felállsz, átmész ide, és beszélsz magadhoz. Drága egyetlenem, Henikém, hát mit csinálsz? De normális vagy, szívem, hát tudod, minden oké. Na jó, visszamész ide. Hát hagyjál már békem, látod, hogy szét. És hogy tudod, az a lényeg, hogy megjeleníted mind a két aspektusodat, és ez oda vezet. Pár perc után nem lesz benned konfliktus. A két szék, a két entitás, a két energia egyetért, ez azt jelenti, hogy a te töredezett elméd integrálódott. Ez oda vezet, hogy nyugodt vagy, nem. Nyugodt leszel. Most ebből van 10 000, tehát nem, tudod, nem mondasz, hogy csak az enyém, hogy nyugodtan csináld ezt, és én erre csináltam, amit említettem a Zsuzsival, a térintegrációt. Konyhában volt a csempe, ez volt az őrjöngő énem, vagy a pánikoló énem, ez meg a jóisten, vagy a tudod, a nyugalom. És akkor tudod, helyet, az enyém, hogy váltsan helyet.
Értem. Mert Jó, akkor mert én ezt fejbe játszottam, ugye le, és ez valószínűleg kevés akkor ide, hogy megpróbálod tudod. magad megnyugtatni fejbe, de akkor fizikailag is ki kell mozdulni, az a jó megoldás. Igen. A fizikai mozgás is nagyon sokat tud segíteni az elmé gyógyulásban. Például tudod, mikor a fizikai test mozog, az ember tornázik, vagy sígangozik, vagy tájcsizik, akkor az egy transz állapotot ad, és nagyon sok elmei programot tudunk mozgatni. Nagyon sok mindenre nem jó a fizikai mozgás, de viszont mikor ezt csinálod, és tényleg mozogsz, akkor a kettő, az elme és a test átveszi az új, magasabb, hogy mondjam, integráltságot. Jó, az a lényeg, hogy ha az ember csinálja a technikát, akkor van kiút. Ha nem csinálja, akkor marad minden a régi. Még akkor is, ha az ember hülyének érzi magát, figyelj, előkapok két széket, vagy sokszor, mikor a parkba mentem, akkor az úton. Mert van egy járda, és akkor ezen az oldalon van mondjuk, mondok ötleteket, mondok ugyanaz a technikára. Hogy itt van a pánikolóénem, fél méterre mellettem van a stabilénem. És akkor itt van neki, hogy hát, tudom, és akkor itt kifejezed azt, hogy hogy érzed. Átmész erre. Fél métert, legtöbb ember nem fogja látni, hogy mit csinálsz. Nyugodj le szívem, minden oké. Tehát csak magadnak letöltöd azt az információt, ami benned van, de ebben a részben még nincs jelen. És azáltal, hogy te ezt csinálod, megszűnik ez a típusú pánik. Jó? Jó, köszönöm. Igyekszem És egyébként is ezt. van még egy bújtatott pszichológiája, viszont mikor valaki üzent, akkor tudod, felugrik a kis ablakocska, és így kicsit kiestem a flowból. Mondtad, ez a kapkodás. Ja, igen, oké, tudom. A DNS-ünkben van egy olyan struktúra, hogy élet-halál harc van bennünk. Ez nem rossz. Tehát élni szeretnék, táplálkozom, csinálom, edzem. Tehát van egy életirányunk, amivel mi az életünket tápláljuk. Ennek az ellenpólus, ez a DNS-ben van, az egónak a legnagyobb trükkje a halál struktúra. Több halál struktúra van bennünk, mint élet struktúra. Ez volt a trükkje az egónak, hogy öl minket szépen lassan. Na most. Úgy jön ki ezeknek a kompenzációja, amit te most megtapasztalsz, hogy feszült vagy és türelmetlen vagy. Ez a türelmetlenség, ez nem rossz, ez nem egy dorgálás, hanem ez egy kompenzáció arra, hogy eddig az élet az olyan kompromisszumos volt, és most próbálsz gyorsan korrigálni. Nem jött minden úgy ki, ahogy te szeretted volna. Sokszor úgy is érezted, mint hogy sokszor vicces mondom, hogy rongyos élet. A franc egyen meg, a ká él. Ja? Tehát az egyik, hogy mindenképp ott van, ezeket gyógyítani kell, de ahhoz a hely azt jelenti, hogy mélyen jársz, és hogyha csinálod a technikákat, akkor vissza tudod magadnak adni az uralmat. Most ez van. Ez van a kollektívban, ezen kell túllépnünk, ezen kell átlépnünk. Aki szembe mer vele nézni, tudom, hogy te szembe tudsz majd vele nézni, megmondod, hogy szeress Istenem, félek. Félek. Segíts. És oldódik. Nagy, több technikát kell alkalmazni egyszerre. Csinálom. Igen. Oké, drága. Felé. Jó van. Jó, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Van itt három kérdés, amit szeretnék összefoglalni. A Georginának olvasási problémái vannak, akkor Faragó Ramona, ja, ő még nem, egy pillanat, a Gergőnek, ugye, hogy ő tudóba van éppen, állandóan. Én azt gondolom, hogy most az idő rövidsége miatt, és Lilának volt még itt a időgazdálkodással, hogy ezekre a kérdésekre mindegyikre válaszoltál,
és össze kell szedni magunknak, és beintegrálni, írjátok ki, legyetek olyan kedvesek magatoknak a rátok vonatkozó részeket, mert lassan most már 3,5 órája vagyunk itt, úgyhogy erre most nincs idő, hogy itt mindenkinek külön-külön válaszoljon, Robi. A kérdéseitekre a válaszok teljes mértékben meg vannak adva, csak tessék szíves ezt magatoknak átkonvertálni. Oké. Okay. Ja, ezt És köszönöm. tessék. Köszönöm. Aztán van itt egy olyan kérdés, hogy illetve kettő, nem tudom, hogy szeretnéd-e most bevállalni. Az egyik, ugye a Ramonának volt egy kérdése, hogy külföldre utaznak, és csipeltetni, oltatni akarnak, kellene a kismacskákat, de hát, hogy nem szeretnék ezt megtenni, és hogy félnek attól, hogy a határnál ezzel gond lesz. Hogy mit tehetnek, ez az egyik kérdés. A másik pedig az Anitától érkezett, hogy a poligámia az vajon egy trauma-e, és hogy honnan eredhet ez az elképzelés? Mármint az elképzelés arra, hogy ez egy trauma? Én azt szeretném kérdezni, hogy a poligámia az egy trauma, vagy honnan ered ez Ja, az értem. elképzelés? Oké, okay. Nem értettem ezt a kismacskás szórit, az elsőt. Tehát mi az igazi Nem kérdés? akarjuk beoltatni és csipeltetni kismacskánkat, Ja. viszont külföldre akarunk menni vele, Ja, hiszen ott dolgozunk. értem. Félünk, hogy baj lehet a határnál, mit tehetünk? Hát, ja, hát ez nehéz, sajnos az új földön ezek már nem lesznek. Tehát ezek egy ilyen, ez a control systemnek sajnos egy ilyen kontroll aspektusa. Én is még miután csipeltettük a mi cicánkat, volt egy szép perzsa cicánk, mert beoltattuk, 2 óra után meghalt. Tehát ez, tudod, az orvostudomány az egész, ez nem arról szól, hogy eladták nekünk azt, hogy a biztonságunk érte, nem, ez a kontrollért. Az ő kontrollják, a támogatja. Tehát nem tudom most, az az én földi stratégiákkal, hogy én velem ez már nem történhet meg, mert másképp rezgek. Tudod, tehát most, ha én megmondom az én stratégiámat, az lehet, hogy neked nem fog működni. Tehát én kettőt cserpintek, és a határ összeesik, tudod? Most nem ezt akarom, csak mondom, hogy ez velem nem történik meg. Nem tudom a fizikai síkú megoldásokat. De értem a kérdést. A másik, ez a poligámia. Ha belegondoltok, igazándiból az olyan, amilyen. Nem adok neki semmiféle jelzőt, meg nem nevezem meg, de igazándiból mi az, ami onnan hiányzik, ami a teremtőnek egy úgynevezett ajándéka. Nincs mastermind, nincs a férfi és a nő között egy szoros kapcsolat. Látjátok, érzitek? Tehát ott van egy olyan, hogy ad egy szabadságérzetet, nem kell elköteleződnöm senkihez, ez egy szabadságérzet, de ugyanakkor egy elkerülési taktika is, ami általában egy feloldatlan bántásból, traumából jön, az a trauma. És akkor az a kihívás a poligámiában, és itt Kaliforniában ez nagyon megy, tehát itt rengeteg volt ismerősöm, barátom ebben a világban élt, és tudod mit? Nem boldogok. Nem boldogok. Mert nem találják meg azt a kapcsolódást, ez egy pszichológiai kifejezés, a kapcsolódást, azt a közelséget azzal valakivel, akivel ők egy mastermindot tudnának teremteni. Tehát, hogyha tudod, ezt átmenetileg úgy érzed, hogy meg kell, hogy tapasztald, vagy az ismerőségnek, tudod, én nem mondok se érte, se ellene semmit, csak tudd, hogy ez nem egy hosszú távú megoldás. Akárki akármit mond, ezt is tudjátok. A cél az, hogy magunkat meggyógyítani úgy a férfit, mind a női aspektust, a mastermindot létrehozni, és egy bő életet teremteni. Ide el kell jutni, tehát ezen nagyon sok lépés potenciál is.
Igen, visszanézhető lesz ez. Mindjárt végzünk, és egy pár óra múlva föl lesz töltve. Jó, segített? Erős fájdalmak, a feszültségek. Igen, ez az átalakulástól is van. Tehát most ugye nagyon sokat beszéltem, ezek a sejtszintű molekuláris átalakuláson, hogy megyünk a 6-6-6-os szénbázisú molekuláról a 6-16-os, azaz a kristály, és azután pedig a gyémánt struktúra felé. Azért kell, hogy átalakuljon a testünk, mert a régi 6-6-6-os szénbázisú molekuláris struktúra nem tudja kezelni a magas frekvenciákat. Az újföld új frekvenciái, tehát az emelkedő 5. dimenziós frekvenciákat. A fájdalom most amiatt is van, hogy szó szerint tágulnak a molekuláink, az elektron, tehát a nukleus és az elektron közötti távolság növekszik. Ez oda vezet, vagy azért fontos, hogy a fény információ be tudjon jönni, ez viszont olyan érzést ad, mint hogyha lufit lenni, mint hogyha pumpálnának levegőt be, igen, tágolunk belőle. Ez a fájdalom. Minél többet oldunk a tudattalan világunkból, annál potenciálisabb több fényt tudunk elfogadni, viszont ez átmeneti fájdalommal jár. Sokkor kérdésre fájdalom, hogy hol jelenik meg, sokszor traumák jönnek fel a vállakban, a szárnyakban, a csípőben. Ezek feloldatlan traumák. Tehát nem minden, ami megjelenik rajtunk, oldható. Annyit tudunk csinálni, hogy nézd meg, hogy van-e potenciálisan mögötte trauma. Ha nincs, akkor hagyni kell, szeretni kell magad, magnéziumos, tudod, tehát táp, én nem is tudom, minek hívják. Tehát én magnéziumos vizet iszom, mert most nagyon fontos az, hogy jön be ez a rengeteg napkód, elég angolosan mondtam, solar code, nap code, hogy aki nem iszik sok vizet, és nem adja magának meg ezeket az ásványanyagokat, az begörcsölhet, tehát izomgörcsöz vezet. Hogy most úgy kell vigyázni a fizikai testre, mint még soha, és oldani, ami feljön az elmeisíkon. Jó van, gyerekek, hát én részemről köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen az oldást, Robi. Nagyon szívesen, Zoli. Majd visszanézheted, ki is jegyzetelheted, tudod, ezt meg tud többször csinálni. És nagyon átjött. Igen, de jó, nagyon örülök. Jó. És tudod, ennek a technikának az a lényege, hogy nagyon mélyre megy. Utána neked egy-két napot lehet, hogy fáradt leszel, meg maci leszel, de utána meg kezdjél el tudatosan magadat figyelni, úgy, hogy a cselekedeidet, az érzelmeidet vizsgálod, és közben haladsz. Még akkor is, hogyha esetleg a habitus vagy a rutin még azt javasolná, hogy üljél le, tudod, nem, már eddig se csinál, de most az ego szeret még ilyeneket csinálni, jó? Hogy azokat nézd, vizsgáld át, de tegyél tudatos lépéseket az előrehaladás érdekében. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Hát, ennyi, jó? Köszönöm a figyelmet, szép napot, szép estét nektek. Én most kimegyek a csendes óceán partjára, Coronado partjára, de bunkó vagyok, nem? Hölgyek képet! Köszönjük szépen, Robi, nagyon kedves voltál velünk, és nagyon örülünk neki, hogy újra megjött ez a nyílt este. Valamit esetleg ezzel kapcsolatosan, hogy akik majd megnézik, hogy tudjanak orientálódni, hogy itt augusztusban, vagy inkább szeptemberre tervezed. Oké. Megmondom, hogy miért nincs minden hónapban. Mert úgy csináltuk az Expert Coachba, hogy minden héten találkoztunk. És akkor azt mondom, minden negyedik legyen egy publikus, egy nyílt nap.
Nincs kapacitásom, mert én rengeteg más helyen tanítok még, tehát azt csináltuk az Expert Coachba, hogy minden második héten találkozunk csak. Ez ad az Expert Coach tagoknak időt arra, hogy elsajátítsák az anyagot. Így viszont a sűrűség, azaz a tudod, a találká, ne úgy hogy a frequency, a meetings, hogy a találkának a frekvenciája az viszont most így kitolódott, tehát részarányosan. Jó? És ez azért, mert én tanítok kvantumkurzus, nekem ott van most már a magyar privát csoport, az expert coach csoport, nekem klienseim vannak, tehát magyarul kapacitásom nem volt rá, és úgy érzem, hogy mindenki ezzel így egy menedzselhetőbb időbeosztást kap. Következő az 8 hét múlva lesz, nem tudom pontosan mikor, tehát most már júli, tehát szeptember első csütörtökén. Jó, az úgy? Oké, okay. További gyönyörű szép estét. Majd és... dobjál egy fotót, Robja, tengerről és az óceánról. Oké. Okay. Ígértem egy-kettőtöknek, hogy csinálok, mert amikor kimegyünk Coronadóra, akkor látjuk a mexikói határt. Tehát Mexikó az itt van tőlünk 11-2 kilométerre. És ugye itt van az amerikai haditengerészet San Diego-ban, néha olyan, ez az F-18-asok ott vannak, nem hülyeskedek, de 50 méterre fölöttük. Olyan hangja van, hogy tudod, itt van a leszállópálya. Majd csinálok egy-két képet, és az az érdekes, a viszlát szorongásba tettem be egy-két képet erről, azt hiszem. Ezt úgy hívják, hogy aranypart. Lehet, hogy ez még Lamúria része volt. Szó szerint arany pikkelyek vannak a homokban, de úgy, hogy arany színű a lábunk, amikor sétálunk benne. Vastagon, tehát aranypor. Mint amikor, tudod, az országházban és Budapesten is aranyporral festik az oszlopokat, mint minden, itt aranyban járunk, bokáig. Nagyon érdekes. És az az érdekes, hogy az aranynak a frekvenciája az 528 Hz, ugyanaz, mint a szeretet frekvenciája. Olyan földelést, olyan nyugalmat ad. Csodás. Ja, majd csinálok képet, vagy videót. Oké. Okay. Sziasztok. Okay. Köszönjük szépen. Jó kis szépen. Szia, Robi. Köszönjük szépen. Szia, Robi. Köszönjük szépen. Nem. Szép estét. Isten áldjon. Köszönjük. Sziasztok.